Szeretettel köszöntöm a mindkét bizottság tagjait. Úgy látom, hogy mindkét bizottság határozatképes, ezért kezdjük is el a két bizottság összevonult ülését. Az első napirendi pont, mielőtt mondanám, hogy micsoda, szeretném, hogyha kézfeltartáson a bizottságok tagjai jeleznék, hogy egyetértenek a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal. Aki egyetért, emelje fel a kezét. Köszönöm, tartózkodás, ellenszavazat nem volt, egyöntetően elfogadtuk. Az első napirendi pont a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi beszámolójának megtárgyalása. Készhez kaptuk a hosszú oldalakból álló anyagot, amit minden évben készhez kapunk, és valamelyik éve már volt egy személy szerint egy nagyon halk megjegyzésem erről az anyagról, annyira halk volt, hogy szerintem kimikor esetleg írta. Most mindamellett, hogy javaslom, mint bizottsági tag elfogadni a bizottság részére is, illetve a testület részére is ezt a beszámolót, azért szeretném megjegyezni, most már úgy kicsit hangosabban, hogy én ezt egy erős PR anyagnak tartom, ellentétben a rendőrségünk anyagával. Tehát, hogyha azt összehasonlítjátok, hogy mit írtak a helyi rendőrök, és mit ír a helyi katasztrófa, a helyi katasztrófa védelemért felelős szer, kettő között óriási különbség van. Valahogy sokkal jobban érzi az ember a törődést a rendőrség beszámolóiban, nem mintha ide butaságok lennének, illetve erről van szó. Én ezt egy reklámanyagnak érzem. Elsősorban, ahol van, amit az egész megyében terítenek, és van három sor arról, hogy egyébként nálunk a munkaság. Még egyszer mondom, nem a munka komolyságát, nehézségét, szervezetét kérdőjelezem meg, hanem inkább a rendőrséget szeretném dicsérni, inkább a rendőrséget szeretném dicsérni jelen esetben a település specifikus anyagért, amit letesznek ebben. Aztán, hogy csak ezt a véleményemet szerettem volna elmondani, egyébként támogatom az anyagot. Átadnám a szót a bizottságok tagjai számára, van-e véleményetek erről az anyagról. Az a véleményem, hogy azért viszonylag soha nyíltelek ilyesetek számba többére összehasonlítva, 34 nyíltelken. Ezeknek a káreseteknek a száma, mondjuk nem találtam itt a látsához anyagból, hogy ez a tavalyhoz képest változott-e vagy sem. Úgy összességében az van írva, hogy az egész megyére vonatkoztatva, vagy a régióra vonatkoztatva csökkent a kivonuló, illetve a katasztrófa védelemnek az eseteinek a száma. Emelkedett a tűzesetek száma, de hogy nyíltelken mi újság, az valóban nem. Tudom, alakult, ezt valóban nem lehetett ebből az anyagból kiremni. De most lényegtelen, viszonylag sok, én úgy érzem. Tehát úgy összehasonlítjuk a többi településsel. De azért ez is érdekes volna, hogy nem, hogy igazán azon elgondolkodni, hogy miért, hogy lehetne ezt megutalőzni. Kellene esetleg a lakosságot tájékoztatni, hogy mi a teendő. Ennyi. Másnak hozzáfűzni valója megjegyzés az anyaggal kapcsolatban. Amennyiben nincs, felteszem a kérdést, hogy ki az, aki javasolja a testület számára a nyíregyházi katasztrófa védelmi kirendeltség hivatásos tűzoltó parancsnokságának 2014-es
beszámolóját elfogadásra, aki javasolja, azt kérem, kézfeltartással szavazzon. Tartózkodás, ellenszavazat, egyhangúan elfogadta a beszámolót. Mindkét bizottság javasolja. Második napirendi pont, előterjesztés, Értelek Város Önkormányzat 2015-19. Évi gazdasági programjának elfogadására. Az előterjesztés világosan megfogalmazza, hogy meghatározza azokat a helyi célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetés lehetőségeivel összhangban a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását és színvonalának javítását szolgálják. Egy erőteljes közgazdasági anyagot, közgazdasági szövegezésű anyagot kaptunk, ami itt ott azért gondolatokat is keltett még a nem közgazdászban is. Ötleteket adnám, át is adnám a szót bizottság tagjainak, hogy kinek van megjegyzése, véleménye a kiadott anyaggal kapcsolatban. Ami felmerült az olvasása közben, esetleg konkrétizálni, vagy SWOT analízis ellentmondásai, esetleg a erősségünk nyíregyháza közelsége, veszély a megyeszékhely közelsége, tehát úgy ambivalens motoralézist olvashatunk itt. Vagy erősségünk a képzett munkaerő, lehetőségünk az alacsonyan képzettségű, betanítható munkaerő. Ez mindenkit így van, nem? Tehát jó, hogy nyilván nem ez a szép analízis a lényeg az egésznek. Akkor elmondanám én, hogyha nem jelentkezik senki, hogy régóta tervezem, hogy felajánlom a képviselőtestületnek, illetve mindkét bizottság tagjainak, valamint az összes intézmény vezetőnek, hogy szervezzünk egy kihelyezett testületi ülést, amiben két, én úgy gondolom, potenciális értéket lehetne megtekinteni, és eldöntenénk róla utána a közös bölcsessége, hogy vajon értékeket. Az egyik a Dezsőfi kastély, ami itt van mellettünk, és az agrogép használja egy részét, és nem tudom mennyire, milyen terveik vannak vele, de ezt majd megkérdezzük tőlük. Nagy része kihasználatlan, megy tönkre, a település egyik igen komoly művészettörténeti értéke fog romba dőlni a szemünk láttára, és az is elképzelhető, hogy amennyiben találnánk számára funkciót, még akár anyagi forrást is lehet ebben a mai kastélymentő Magyarországon rá találni. Amennyiben úgy gondoljuk. Ezért szeretném azt, hogy a teljes képviselőtestület a bizottsági tagokkal megerősítve, és az intézményvezetőkkel, hiszen mindenki többször többet lát, intézményvezetők is beleláthatnak valamilyen funkciót, a jövőben, hogy jaj, de jó lenne ez erre vagy arra, lenne velünk mérnök szemű ember, de építész is felajánlott a segítségét. Meg egyáltalán kiáltott, mikor láttátok ti azt utoljára, vagy láttátok-e egyáltalán. A másik ilyen ingatlan, ami megérne egy sétát véleményem szerint, az a Honvédség
tulajdonban van. Nem hivatalos információk szerint a honvédség az megszabad volna tőle, ha tehetné. Az a iskola, kollégium, hotel, hogy mondják, a szakmunkásképző, a volt szakmunkásképző épülete ugyanilyen körben körbejárhat. Hát lehet, hogy a vége az az egész, hogy na hát erre semmi szükség nincsen, mert oltálni nagy pénz, és nem tudunk vele mit kezdeni, de addig, amíg nem látjuk, hogy mik az ott fennálló lehetőségek, tudnánk-e azt használni, addig szerintem erről nem tudunk nyilatkozni. És most egy Európai Uniós fejlesztési ciklus elején vagyunk, közös bölcsességgel dönthetnénk erről a két dologról, hogy kell ez nekünk. Lehet, hogy visszajövünk, és azt mondjuk, hogy na hát, elszúrtuk ezt a két órát, mert... De nem gondolom, hogy elszúrjuk, mert legalább tudjuk azt egy nemleges esetben is. Tehát én ezt a gazdasági programmal össze... Nekem ez eszembe jutott, hogy én ezt most megragadom az alkalmat, és elmondom nektek, nem tudom, hogy jókor tettem jegyző, nem jókor, kontextusa, jó, nem jó, mikor kell erről döntenünk, kell-e döntenünk, vagy magából a programból egyébként egy megalapozott gazdálkodás, és erre egy megalapozott, főként a pályázatokra bazírozó fejlődés mutatkozik, tehát azért, akik itt élünk, ezt nagyjából sejtjük. Van-e esetleg valakinek megjegyzése? Most, vagy bármilyen ötletet is itt? Köszönöm szépen a késésért. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos anyag készült, különösen az elemzéshez. Az elemzés ez egy nagyon alapos és tényleg érdekes. Néhány gondolat, és tényleg örülök neki, hogy azért elkezdted ezt utolul, mert azért nagyon sok érték van a településre, amelynek a megmentése kötődhet a pályához, a kastélyhoz, akár a másik létesítményhez. Én a KFT-nek az anyagához akartam mondani, de ott van tehát az a szabad, hogy szintetiz meg a lényeg. Tehát ennek is egy használtsága egyéb dolgai miatt nagyon fontos lenne, hogy erre is akár épp jövőben valamiféle turisztikai, kulturális, valamilyen egyéb dolgokat. Nagyon fontos szerepet kaphat szerintem a jövőben, és ez részben benne is van, meg részben nem annyira, hogy az infrastruktúra fejlődése, vagyis a kerékpárút, vagyis az elkerülő útnak a dolgai, mert a település nagyban megváltoztathat. Tehát én azt gondolom, és az lenne nagyon fontos feladat az önkormányzatnak, hogy ezt a kerékpárutas dolgot is, amely egész Tokaji pályán lehetőség van, minél jobban és minél többször sarkalva kérni, utána nézni, pályázni, természetesen lehetőségünk vannak rá. Valamint ugye tudjuk, hogy előre 2018 körül megjön ez az elkerülő út, tehát már addig is lehet gondolkodnunk, és hogy milyen plusz dolgot tudunk ezt hozzátenni. Tehát benne vannak sok minden, de mondom, ezt erre egy különös figyelmet gondolom, hogy szentelhetünk. Köszönöm szépen. Gábor? Köszönöm szépen. Hát először is a magam részéről mindenképpen szeretnék gratulálni a gazdasági program írójának. Szerintem egy nagyon jól átgondolt gazdasági program, amely értelek terülését mutató terv lehet ugye belőle. Ugye a helyzetelemzés kapcsán ugye itt az internet meg van jelölve, mint a probléma egyik forrása, hogy nem mindenhol vehető igénybe az állampolgárok számára. Talán nem teljesen ide kapcsolódik, de azért mégis felvillantás szerűen igen, hogy hát nem csak ugye az a probléma, hogy nem mindenhol elérhető, hanem az is, hogy ahol elérhető, nagyon kicsi a sávszélesség is, azért, mert a jelenlegi hálózat nem teszi ezt lehetővé, nem tudom, hogy milyen hatáskörünk vagy nyomásgyakorlásunk van erre a szolgáltatók irányába, de ez egy lakossági probléma. Hogyha már ugye a szfotalanézés itt szóba jött, a kivételek erősségei, gyengeségei, lehetőségei, veszélyei kapcsán, én azért örömmel tapasztaltam, hogy az erősségek között tartjuk számon a színvonalas közművelődést is.
Ugye ezt azért is fontosnak tartom és gondolom, hisz ezeket a rendezvényeket, főleg pályázatokkal, önfinanszírozós rendezvényekkel, vagy éppen képviselőtestületi támogatásokkal, ást városnak teremtjük meg. És hát ennek kapcsán, ebből kiindulva, nekem is lenne egy javaslatom, amit a gazdasági terve programba beépíthetnénk. A tegnapi napon egyeztettem polgármester úrral, a mai napon pedig a polgármester úrral is, és hát ezen pozitív beszélgetésekből gondoltam azt, hogy a gazdasági programba, a már előbb említettekből is kiindulva, egy célt lehetne meghatározni, nevezetesen egy önálló intézmény létrehozását, Nyíltelepi Közösségi Jázis Városi Könyvtár néven. Nem feltétlenül hasraütésszerű ez az ötlet a részemről, ez a javaslat, mert a törvénynek is utána néztem, illetve könyvtári szakértőkkel, közművelődési szakértőkkel is egyeztettem erről a témáról, a már itt említett polgármester és a polgármesteron kívül. Hát ugye, mint előzetesen hozzátartozik, korábban 2012. december 31-ig a Nyíltelepi IMK látta a város közművelődési, illetve közgyűjtemény feladatait. Ezt 2013. január 1-től a Nyíltelepi non-profitká télátjel, és hát ugye ezen időszak megfelelő tapasztalatok levonására lett ilyen tekintetben alkalmas, és ebből kiindulva, de számtalan olyan pályázat volt, amely a közművelődés és közgyűjtemény pályázati kiírásokat jelenti, amely során ugye a gazdasági társaság saját maga számára nem tud számlát kibocsátani adott tételek esetében, így a források intézményei szinten történő hasznosítása kevésbé lehetséges, illetve más pályázati támogatásokra is még egy intézmény szélesebb körekbe nyithatna. Ráadásul ugye ez egy presztízs is jelentetne a településnek. Egyeztettem ugye a közművelődés és könyvtár intézettel, segítőkészek nagyon támogatják az elképzelést, és ami még nagyon fontos, hogy nem feltétlenül jelentene ez plusz költséget, hiszen az állami normatíván a már megszavazott önkormányzati támogatáson, a rendezvénytervre, a városnak a fordított összegen felül plusz költséget nem valószínű, hogy jelentene, de természetesen ugye ez további a kérdése lehetne, de átszervezés itt a kulcsszó szerintem. Tehát összességében azt gondolom, hogy ennek ezt a gondolatot, ezt a célt, ebbe a átgondolt és megalapozott gazdasági tervben javaslom, hogy építsük le. Köszönöm. Más hasonló észrevétel, konkrét javaslat a bizottsági tagok részéről? Tehát akkor amennyiben nincs, akkor a felmerült két, illetve három, és jött te valamilyen konkrét, vagy inkább csak figyelemfelhívás volt az alatt. Mert az elvileg benne van. Igen. Természetesen. Először azt szavaztatnám, hogy itt felmerül két konkrét javaslat, módosítás. Az egyik, tehát idős sorrendben mondanám, hogy tőlem érkezett, hogy kihelyezett testületi ülésen a volt szakmunkásképző épületét, tehát a Dezsőfi kastélyt abban a körben, amit elmondtam, nézzük meg, utána közös bölcsességgel döntsünk. Aki ezt támogatandónak tartja, az kérem, igen? Azt mondom, aki helyezett testületi ülésre, akkor a formalitás ugyanaz vonatkozik, de inkább egy ilyen helyszín megtörténésre. Hát ezt... össze kell hívni a polgármesternek, hogyha döntenünk kell, szavaznunk kell, a bizottság. Én csak szeretném, hogyha ott lennék. Mindenki is. Bocsánat, nem ragaszkodok hozzá.
ez a minek nevezzük? Helyszínű bejárás? Hogy a Dezsefi kastély azon részével, amely a kastélyal foglalkozó, a turisztikai szempontból, azt kell regelni, vagy konkrétan leírja a cselekvést, amit ugye... Most a turisztika többször felmerült itt, és azért jött mind a két ötletet, most talán nektek most, és nincs maga a turisztika, az többször, hogy esetleg, és nem tudom, hogy... Nem kellene erről szavazni. Kapunk egy meghívót tőlem, elmegyünk, és nem egy testületi ülés lesz. Jó, akkor érdekel benneteket, amit mondtam. Jó, akkor ne szavazzunk róla. Azt javaslom, hogy nyilvánzzük az a sági dolgokat, a technikai kérdéseket. Tehát ez nyilván az, hogy most testületülésen vagy nem. Tehát, hogy a kastély, nyilván én is olvastam, és nekem is vannak hasonló ötleteimet. Nem vagyok bizottsági tagozat, nem mondtam el. Én azt javaslom, hogy a kastély program keretében vizsgáljuk a Dezsefi kastély hasznosítási lehetőséget, itt közös hasznosítást, és akkor kezdve együtt, tehát ugye most kiemeltülés nem, de nyilván, amit elmondtál, én személy szerint is támogatom, ez még egy nagy más is meg szeretnék. Én ezért kérdeztem, hogy jó helyen szavazzuk, ezt hogy ne is szavazzuk. Én is annyi a gazdaság, hogy nem a technikai részek kell mindenki, hanem azt mondjuk a turisztikai, a Dezsefi kastély és a intézmény hasznosításával, turisztikai cél hasznosításával. Akkor ezt tenném fel így, hogy a jegyző pontosításával a javaslatom alapján nevesítve foglalkozzon-e a képviselő testület a gazdasági program részeként Dezsefi kastéllyal, illetve a Holca munkásképző épületével, turisztikai hasznosításával. Aki úgy ezzel egyetért, emelje fel a kezét. Tartózkodás ellenszavazat egyhangú. A másik kérdésem pedig az, hogy a gazdasági program részeként a képviselő testület foglalkozzon egy önálló intézmény létrehozásával, amely önálló könyvtár, és mi is volt a pontos neve, Gábor? Nyíltelepi Közösségi Ház és Városi Könyvtár egy ilyen célú intézmény létrehozásával foglalkozzon. Aki ezzel a javaslattal egyetért, az emelje föl a kezét. Jó, tartózkodás, ellenszavazat, egy ellenszavazattal javasoljuk. És akkor most megkérdezem, hogy mindkét bizottság tagjai, hogy ezekkel a kiegészítésekkel, végülis amit most elfogadtunk, javasolja-e a készhez kapott gazdasági program elfogadását a képviselő testület számára. Aki igen, az kérem szavazzon. Tartózkodás, ellenszavazat, egyhangúan javasolta mindkét bizottság. A következő napirendi pont. Előterjesztés a Nyíltelszolt Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására. Nagyon külalapjában is nagyon szép anyagot kaptunk már megszokott módon igazgatótól, de röviden csak annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy szerencsére a beltartalom is követte a külalakot és a szokott színvonalas részletező, nyílt elszól, egyre duzzadó feladataira kitérő alapos anyag érkezett véleményem szerint, mely hátulján a mellékletekben nem elhanyagolható, hogy a felügyelő bizottság is látta és elfogadta ezt a tervet, valamint itt olvasható az előterjesztés, illetve a határozott tervezet, tehát egy komplett anyagot tartunk a kezünkben. Szeretném megkérdezni a bizottság blokk tagjait, hogy kinek van észrevétele, kérdése, megjegyzése, a nyíltelszolgálati tervével kapcsolatban.
Amennyiben igen, és elnézést a gondolatot. Először is láttam, hogy a műfős pálya 2015-től most már nyártól hasznosítható lesz, vagy legalábbis valamiféle véletlenül, hogy a gyerekek szerhez kérni tőle, vagy azért. Én mindenki azt látom, hogy a gazdájának kellene. Tehát egy olyan kézbe kell azt adni, hogy az tudja felügyelni a kulcsotokat, tehát nagyon apró dolgok ezekbe, a Kft. Szempontjából ezt tudom meg kell oldani, mert ha nem, akkor végén rosszták, akkor történik. Már említettem a szabadtéri színpadot, annak azért a környezete most elég élelok van. Tehát arra oda kellene figyelni, mivel az a miénk. Tehát már mint az önkormányzat tulajdona, a fák holmai, a környezetek is mondták, hogy ott azért elég öregek azok a fák. Érdemes lenne megvizsgálni, megnézni, és az is valami formában bekerülne. Ha kérdezzem már, meg látsz, hogy a létszám az hogy alakult, tehát mennyivel változott a tavalyhoz viszonyítva. Megmondom, hogy miért kezdem a dukán, bocsánat. Tehát növekedett, vagy csak igen, hogyha megengeded, akkor válaszoljunk már rá. Növekedett a létszámunk. Kaptunk 2014 májusában 6 főt pályázati úton. Két fővel növekedett, lett egy 2015-ben, ez nyilván érjük minket, 2015-ben egy munkairányítót vettünk fel, lett egy pályázati koordinátorunk, és 6 fő pedig közszélű pályázati program keretében nyertük, illetve nyertünk 4 fő a közművelődés és közművelődési szakembereket. Ezt jövő március, vagy február 28-ig nyertünk. Tehát növekedett a létszám, de ennek a 90% a pályázati forrásból van finanszírozva. Jó, mert ez ma azért gondoltam én erre, mert én nem tudom látni veszőparipánk, hogy egy úgynevezett helyettes vagy, aki segít Lászlónak oda. Oda terítenni vagy oda helyezni, mindig gondok voltak az anyagokkal. Úgy látom, hogyha most a létszám is talán megengedi, tehát mindenféleképpen azt hiszem, hogy ennek a szervezet már akkor az, aki a feladata eléggé át a sokszínű, meg sokfajta, a gazdaságítól a egyszerű gyakorlat munkavégzésig, hogy nem biztos, hogy elég egy közmunkásokat irányító ember, hanem egy szakember, vagy már meglévő szakembernek a Lászlónak a helyettesítésére, az irányítás bizonyos feladatainak az átvállalására nagyon szükséges lenne. Ennek a gyakorlati megosztását, ezt őszintén mondom rá bíznám, vagy már úgy gondolom, hogy biztos meg lehetne ezt oldani. Ami még gondolom itt fel, vagy közel áll hozzám, hogy a nyílt telek újság, én csak a legjobbak tudok elmondani róla, bizonyos tapasztalatok, visszajelzések alapján. Vannak tartalmi viták, vannak formai viták, még azt hiszem, hogy az önkormányzat ezt a feladatot átvállalta, ez mindenképpen nagyon becsületes, hogy mindenki eljut az információ. Talán egy szakembernek az lenne a kívánságom, hogy még többet lámadhatunk, mert azért nem mindegy, hogy most csak a tervezetet, azt hiszem 500 vagy mennyi ezer van tervezve, hogy még többet, ha lehet. Figyeljünk oda, és akkor amit lehet, azt csak szerkítsünk arra, hogy ezt híresen nálunk. Köszönöm szépen! Köszönöm az észrevételeket, amik elsősorban igazgatónak szóltak, aki remélem, hogy meg is szívlelte ezeket. Úgy gondolom, hogy és a testületnek nem igazán kell állást mondani, hogy de így legyen, de ez nyilvánvaló. Egyéb észrevétel esetleg kérdés igazgató úrhoz, vagy valamilyen javaslat az anyaggal kapcsolatban. Gábor? Hát tényleg nem csak apróság, de csak hogy a pontosság kedvéért például, hogy a Királytelek általános iskola, meg Herman Otto általános iskola, hogy ezeket esetleg lehetne javítani, hogy iskola utcai felfejére Petőfi utcai intézményegység, tehát ugye a hivatalos megfogalmazása, illetve azt hiszem a 11. oldalon, hogy a Nemzeti Kulturális Alap viseli a pályázat során felvetődő költséget, a Nemzeti Művelődési Intézet lehetne ezt. Az egyik
Egyéb más észrevétel, pontosítás, amennyiben nincs, akkor igazából a előterjesztett anyagot, az üzleti tervet szavaztatnám a bizottságot tagjaival, ezekkel az apró pontosításokkal, illetve figyelemfelhívásokkal igazgató úr felé, aki támogatja és a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja, kérem szavazza. Tartózkodás, ellenszavazat nem volt, köszönöm. Egyhangúan mindkét bizottságot támogatták az anyagot. A következő napirendi pont pedig, gondolom, ennek a folyamánya, előterjesztésen írt el szó Dombos Kft. Támogatási szerződésének megtárgyalására, hiszen ha egyetértettünk az üzleti tervvel, akkor ezt meg is kell támogatnunk, és itt egy részletes feladatokat felsoroló, részletes szabályokba menő szerződés szól 116.720.000 forint működési támogatás nyújtásáról. Szerződéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? No, közben gondolkodhatunk, hogy támogatási szerződéssel kapcsolatban van-e javaslat. Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy bizottság tagjai számára jött el szól napokat felteszi támogatási szerződését. Ennek elfogadását javasoljuk-e a képviselőtestület felé, aki igen, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat, egyhangúan mindkét bizottság tagjait támogatták. Az egyebekben van-e valakinek az egyebek napirendi pontban bizottsági ülésen? Megemlíteni valója, amennyiben nincsen, akkor én a bizottsági ülést berekeztem. Köszönöm szépen a bizottsági tagoknak a részvételt. Gratulálok.
megoldás, remélem, hogy hasznos volt az önkormányzati képviselő munkához ez a kis képzés, de szeretném önöket most is tájékoztatni, már ez ott is megtörténik, hogy a törvényes és felügyeleti osztály, ami most már egy egész hosszú nevű főosztályban integrálódó építési, hatósági és törvényességi ellenőrzési főosztálynak a része, törvényességi ellenőrzési osztály, ott Seres Máriához bármilyen kérdésük van, telefonon személyesen bármikor fordulhatnak. És akkor fordítanám önöket, amikor kerüljön a példa. Nyíregyházi hivatásos tűzoltó balesetnál 2014-es beszámolója, illetve az a tűzoltó
képviselőtestület minket egy bizottsági ülés előzte meg, amely ezt megtárgyalta, és szerintem a bizottsági elnökről kérdező véleményét visszamegtudni. Igen, a két bizottság összevont ülésen megtárgyalta az anyagot, és a képviselőtestület elé egyhangúan elfogadással javasolta. Az anyaggal kapcsolatos kérdéseket. Igazából a tűzvédelmi törvény meghatározza számunkra, hogy a működési területekről élő településeken személyesen is beszámoljuk. Tehát ez 31 település jelenállás szerint. Igyekszem kijutni mindenhová, egy rövid szóval egy kiegészítést, ezt elvárja tőlem a igazgató út, és a tűzvédelmi törvény pedig meghatározza. Igazából 31 település tartozik hozzánk, ez a korábbi években ez sokkal több volt, 41-45 is volt a Szolosvári és Szakói körül terület. Most 31 település, és a katasztrófa, illetve a tűzoltóság, ugye nagy kérdés, még egy napjainkban, hogy hogyan is működik ez, röviden egy pár szót erről és a szervezeti átalakításról. 2012. január 1-ével a katasztrófa védelem addig csak a megyei igazgatóság volt, tehát a megyei szerv, a területi szerv volt, és a átalakításra került. Jelenállás szerint a tűzoltóság, amelynek pedig a parancsnoka, az most már csak a tűzoltási műszakjelentési feladatot látja el. A tűzoltóság az úgy épül fel, hogy a három szolgálati csoport, akik 24 órában vannak, és van még két helyettesen ez a tűzoltóság. Ugye a korábbi években a Novádi Ezeres úr, vagy előtt a felnyelkezelés úr időszakában ez volt saját gazdasági rész, hatósági osztály, anyagkezelés raktár, személyzeti osztály. Ez most már mind a nyíregyházi katasztrófa, vagy ami kirendeltség osztályát építi. Tehát van a megyei szervünk a katasztrófa, de van a kirendeltség a katasztrófa, vagy a kirendeltség, ezt ilyen járási szervhez tudom hasonlítani. Négy járás tartozik egyébként a nyíregyházi kirendeltséghez, és ennek a része a tűzoltóság. Röviden, ha ez így érthető, gondolom. És a tűzoltóságunk pedig jelenleg 105 fővel rendelkezik, akik vonulnak, van még a négy katasztrófa jelenleg megbízottunk, akik polgári védelmi, illetve tűzvédelmi feladatokat látnak el, és akkor van két helyettesen, aki minden 8 órás munkatorban dolgozik. Röviden a tavalyi évvel kapcsolatosan a beavatkozásaink száma az a 2010-es évek körül 1000 körül mozgott, ez mindig az időjárástól volt függő, hogy volt valami egyéb szélsőséges időjárás tavasszal vagy ősszel. Tehát e plusz 1200-1500 a 2000-es évek elején pedig 2000-es éves statisztikai adatokkal is rendelkeztünk. És a tavalyi évben ez 847 vonulást jelentett. Az előző évhez számos, tehát ilyen kb. 150 darab számcsökkenés is jelentett. Egyik köszönhető az a hatósági megelőzési feladatnak, tehát hogy a lakosság tájékoztatása és egyébként pedig az időjárás. Tehát amikor ahogy most is érezzük a napokban, hetekben, akár a február végétől, tűzoltóink ez folytában avval tüzeknél dolgoznak, és rájdő és vegetációs tüzeket oltunk, mivel hogy a tavasz, a tél vége az elég szárazra sikerült, és így a lakosság is előszeretettel égeti a vegetációs, akár szarvatás dolgokat is. Ugye az önkormányzat, hogyha rendelkezik, ez fontos kérdés, saját szabályozással, tehát rendelettel, akkor belterületben akár felépíti a zöld falnevelési részeket, a vegetációs részeket, kívül szeretetben, kültöletben, viszont pedig bejelentési kötelezettségben, kirendeltségben, egyházi kirendeltségre, és engedélyhez kötött a szabadtéri területen történő égetés. De visszakanyarodva a tűzoltóság tavalyi évéhez, tehát a beavatkozásoknak a 60%-a, 65%-a, az mindegyházai közössége még mindig. Tehát a legnagyobb számban itt vannak a mindegyháza, belterület, vagy akár a külterületen, műszaki mentések pedig a főközponti közlekedési útvonalakon, de ez egy fontos arányszám, hogy a beavatkozások 60%-a, az mindegyháza is térsége, vagy a bokortanyák, vagy pedig a külső részek.
Nagyobb eseményekről csak egyet-kettőt próbálok kiemelni. Ferenc körúton volt egy komolyabb paneltűz tavaly évben, ahol át is terjedt a tűz majd a fölötte lévő szintre. Magánpolmentő beavatkozás történt 2-es fokozatra, illetve a Gert utcán volt egy gázrobbanás, ami nagyobb kihívást jelentett a számukra. Műszaki mentésekről pedig azt gondolom, talán is fontos számos, hogy úton, ami történt az a három város baleset, illetve a háromszabályos, illetve a metró előtt volt egy komolyabb balesetünk, ahol egy körülbelül 5 kilométrok egy kicsit közösszetúztak a lábai a pedálok alá, és egy ilyen jó 3-4 órás műszaki mentés hajtottunk félre, de arról, hogy ezt látszik, hogy ápoló megvaradt a lába, és tudja járni azóta is. Felépült. Tűzoltós polcról, amire nagyon büszkék vagyunk, pontosan a napokban volt a lépcsőfutó verseny, megyei lépcsőfutó verseny, ezt az elmúlt 3 évben mindig megnyertük, és így indulhattunk az országos lépcsőfutó versenyen, ahol tavaly 3. helyet is értünk el, illetve a nemzetközi lépcsőfutó versenyen szakmán nyertünk, és szintén 3. helyet is értek el a tűzoltóink. És Nyíltenekről röviden beavatkozások tükrében, de ez települése le volt a próbáljuk most már a beszámolót is elkészíteni, hogy az itt élők is kapjanak információt a beavatkozások számára, minőségéről, hogy ilyen módon történik meg. Azt gondolom, hogy Nyíltenken ez a 34 darab beavatkozás, itt a 38-as számú főútvonalat is figyelembe véve, ez egy ilyen középkategóriás érték a lakosság, a város elhelyezkedésével adódóan, mert a hasonló számú településekkel általában ez magasabb szokott lenni, ilyen 560 éves számú beavatkozás, az, hogy közös műszaki mentés milyen minőségben osztik meg, ez mindig függ a vidéki területekről, az erdős vegetációs területektől, vagy a gazdálkodási területekről. Tehát 34 beavatkozáson belül 10 műszaki mentés volt és 24 tüzeset, de 24 tüzeseten belül is ebből 13 volt az erdős vegetáció, a szabad területen történt tüzesetek száma. Röviden ennyit szerettem volna egy szóbeli kiegészítés tükrében a tavalyétről. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Testület részéről valami kérdés? Nekem volt egy megjegyzésem még bizottsági ülésen. Örülök is, hogy szóban ti egészítette ezt az anyagot. Igazából mind a mellett, hogy a legnagyobb tisztelet a munkájukkal kapcsolatban, ez nem kérdés. Ez az anyag így a képviselőtestület elé, én ezt egy kicsi általánosnak érzem. Nyilván le kell azt írni, hogy mivel foglalkozunk. Kicsit talán kevésbé fókuszál a helyi dolgokra. Tehát ezt azért merem mondani, mert a rendőrség ugyanilyen anyagot tesz elénk, ami valahogy sokkal jobban kifejti a helyi sajátosságokat, tehát tendenciákat mutat például, amiből mondjuk lehet látni, hogy tudom én, hogy rendben vannak a kémények, vagy nem tudom, tehát vagy tényleg a mi okozza a fő gondot, a 38-as út, vagy az abortüzek, tehát tendenciák, tehát a rendőrség a saját területén, nyilván más dolgokról, de ugyan de évekre visszamenőleg, vagy következtetéseket volna tendenciák. Picit összehasonlítva a két egyenruhás testület anyagát, a rendőrségé valahogy településhez közelebb állónak érezzük. Tudom, hogy senki nem szereti ilyet írni, de ha esetleg egy picit lehetne egy fejezetében Nyíltenek specifikusabbá, illetve 31-szer Nyíltenek specifikusabbá tenni. Lehet, hogy a képviselő testületek, vagy egy pár olyan tag, mint én, jobban örülne, vagy ugye elmeregene dolgokon, és ők tényleg meg tudnánk akár tendenciákat is beszélni, vagy hogy mit lehet ezzel ebben tenni. Én csak ennyit szerettem volna, illetve mondtam is a bizottságban, és csak akkor minden volt jelen. Köszönöm. Hát igazából a formátumát azt meghatározza egy OK főigazgatói intézkedés egyébként. Meg ez egy egészen új dolog. Tehát
ez talán most kerül még bevezetésre, nálunk így előbb látjuk az egyenlőbb is, hogy a rendőrségtől veszünk át minden hasznos és más egyéb dolgot, ami addig működött náluk, azt próbáljuk mi is működtetni. Ezért fontos, hogy most településre levonatva is próbálunk beszámolót tartani, és itt a, ezen belül pedig megismerkedni, hogy építeni itt a kapcsolatrendszert a szakmai téren is, tehát bennem tudomásul értem. Egy javaslat, aztán rendben, egyéb kérdés ezzel kapcsolatban nincs, akkor én nagyon szépen megköszönöm a szóval kiegészítést. Én részemben annak az örömnek adott szambot, hogy végig egymás mellett ülhetünk, és a képviselőtestület is látható és is embert, akinek elmondhatjuk a problémáinkat, és ez dr. úr szavaival helyett a csengő, azt gondolom, hogy minden ilyen beszélgetés előbbre viszi a közös ügyünket, azt, hogy megoldjuk értékeinket, úgyhogy én mindenképpen azt javaslom a képviselőtestület, hogy a beszámolót elfogadja, és aki támogatja, kérem készben tartással jelezze. Ellenszer az a tartózkodás nem volt, megállapítani, hogy ez volt a tűzoltóság beszámolót, hogy az embereknek, hogy elfogadja a képviselőtestületünk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, amit láttam, és további jó munkát kívánok a folyamatban. Szeretne volna még a nap. Épületének esetleges turisztikai hasznosítása céljából. Ha visszanézzük, akkor lehet, hogy nem áll össze. Értitek? És a másik pedig szintén, hogy a gazdasági program részeként foglalkozzon a képviselőtestület egy önálló új intézmény, a Nyíltereki Művelődési Ház és Közösségi Ház és Könyvtár intézmény létrehozását. Gábor előadta ennek az előnyeit. Gondoljuk végig, járjuk körbe, mint egy javaslatot, és meglátjuk, hogy milyen döntésre jutunk. De magát a gazdasági programot alaposnak, átgondoltnak tartott az intézbizottság, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen. A gazdasági programhoz azért én ezt kis szóbeli kiegészítést tennék. Nyilván ez egy helyrendezésre építkező gazdasági program, amely igyekszik az elkövetkezendő időszakba iránymutatni. Azt már képviselő is nyilvánvalóvá tette, hogy Nyíltelek olyan gazdasági helyzetben van, hogy a nagyobb beruházások, illetve a nagyobb projektek megvalósításához mindenképpen nagyon-nagyon ügyesnek kell lennünk, és mindenképpen ki kell használni az adódó
pályázati lehetőségeket. Ezért én azt gondolom, hogy mivel még a következő Európai Uniós ciklus és abban rejlő lehetőségek nem teljesen kiforrottak, minden évben ezt a gazdasági programot, ahogy kell, én azt hiszem, hogy aktualizálni kell, és akkor sokkal jobban fogjuk látni, hogy mely az irányvonal, amely követhető, és mely az irányvonal, amelyből hirtelen profitálni fog, és minél több forrást fogunk tudni lehívni. Amit megfogalmaztak ezzel a képviselőtársaim, ezzel a gazdasági programmal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy mind a kettő átgondolásra érdemes, mind a kettőt meg kell vizsgálnunk, nem csak akár kulturális vagy turisztikai, hanem anyagi szempontból is. Én azt gondolom, hogy ehhez egy fontos lépés az, hogy egy elemzést végezni akár az épületekkel, akár a intézménnyel kapcsolatban, akár a szakmunkás képzővel, hogyha jól értettem, meg azt megtalálni, hogy hogyan tudjuk egyáltalán hasznosítani. Hát van-e értelme annak, hogy ebben elinduljunk, de én azt gondolom, hogy ha azt fogjuk mondani, hogy nincs, az is egy megoldás, és azzal is egy választ adunk egy régóta elhúzódó kérdésre. Én ennyit szerettem volna hozzáfűzni. A képviselőtestület tagjainak kérdése a gazdasági programmal kapcsolatban. Rövid gondolatot szeretnék én is elmondani. Maga elemzési része a pályázatnak köszönhetően itt az elmúlt ciklusnak két évét emeli ki. Gyakorlatilag ugye akkor lenne az igazi az elemzés, hogyha egy nagyon hosszú periódus sikerülne, tehát legalább egy ciklus. Ez önkormányzatoknál egy nagyon nehéz feladat, meg egy elég bonyolult, nehéz egy ilyen stílusú, mint amit leírásra került a 12 és 13 évnek az összehasonlítása. Én azt gondolom, hogy egy olyan év van, hogy olyan évek vannak kiválasztva, ami átlagosan igaz az önkormányzatra, tehát azok a megállapítások, amelyek ebben megfogalmazásra kerültek, ezek kiindulási alapjai lehetnek a gazdasági programnak. Próbáltam végigondolni a többi éveket is. Nyilván a ciklus első évei nem szoktak ilyen, tehát azok másak, mint a ilyen, még nem indulnak el dolgok. Nyilván praktikus menet közben is megnézegetni ezeket az adatokat, a vagyonnal kapcsolatos kérdésköröket, hogy hogyan alakulnak. Ez nagyon érdekes hosszabb távon is, tehát a tendenciájában. Én azt gondolom, hogy amit le van írva, az elfogadhatónak mondható. Én mind a két javaslatot támogatni tudom, amit a bizottságok tettek. Itt a önálló intézménnyel kapcsolatos dolgot én próbáltam a közgazdasági gondolatban, nyilván a testület elé kerül, itt azt kerül megfogalmazásra, hogy ne kerüljön, vagy ne kerüljön. Nem látom a termét, hogy bármi ne kerüljön vele, ami elemezhető és haszon ki belőle, tehát nyilván majd a testület jelenti, amikor ide kerül elé, hogy ezzel foglalkozik, avagy nem, de szerintem a program részét képezheti, és nekem eszembe jutott itt menet közben, hogy most nem vagyok teljesen biztos, hogy valahol nincs elrejtve, itt a elmúlt években a helyi értéktár kérdésével sok rendelkezést foglaltam, muzikumokkal indultak ezek a ügyek, és én, ha jól emlékszek, akkor hoztunk valami testületi döntést arra, hogy ezt akarjuk. És itt megállt a dolog. Én azt javaslom, hogy kerüljön be a gazdasági programba, hogy ezt fokozatosan karmatartva csináljuk egy helyi értéktárt, és folyamatosan tartsa karba a
testület. Hát nyilván az ilyen ciklikus, vagy ciklusokon is átjúló feladat lehet, hogy én azt ilyen szeretném, hogy el is megkérdezem. Köszönöm szépen. Nyilván átoldást javaslom. Más? Én észrevételem lenne, hogy ha lehet, hogy gyakorlatilag is csak ehhez a gazdasági programhoz, hanem a következő napirendet is, mert szerintem összefügg, mégpedig a Nonprofit Kft-nek az üzleti tervével, működésével kapcsolatban. Tehát én azért nem támogattam még ötlet szintjén sem, vagy hosszú távú program címén sem a Gábornak a javaslatát, mert nem igazán látom én annak sok értelmét, nyilván lehet ettől egészen más vélemény is. Talán meg meglátjuk, hogy még van megalapozott, megalapozatlan, hogy most létrehozzunk itt egy-két fővel, vagy két-három fővel egy intézményt, teszek intézményvezető, és lesz neki egy beosztott tanány. A képviselő testület gyakorlatilag ezen a stratégia jellegű levetőzik nagy szavakkal a döntésen, ugye akkor lett túl, amikor dönteni kellett arról, hogy mi lesz, amikor az iskolának az irányítását elvitték, fenntartásról meg azért, sajnos vagyunk fenntartók, azért tettették még a feladatokat. És akkor egy olyan jellegű döntés született, hogy meg kell próbálni ezt a tevékenységet végezni a Nonprofit Kft. Tevékenységén belül, hiszen van egy szervezetünk, kihasználva a közhasznú voltát, sok mindent be lehet próbálni ebben a szervezetben, lehet próbálkozni, mint közhasznú szervezet pályázatukkal, semmi baj nincs nekem azzal, hogy ilyen ötlet van. Csak nem tudom, hogy mennyire lett az átmondóva, hogy a mai világban hozunk létre egy-két fővel egy intézményt. Hiszen valamikor még a Hanzika volt a könyvtárba, még a Jóska előtt, ugye, akkor is felvetődött, hogy mit kezdjünk Hanzika egymagában egy intézményvezető, de ugye még a feltételek sem álltak fenn, és ugye akkor lesz integrálva az a tevékenység az iskolához, akkor egy divat szerint, ezt nem találtuk ki. Én nem tudom, hogy vannak-e, pedig Gábor részletére ilyen működési problémákat a közművelődés terén, amióta a Nonprofit Kft-hez került. Én azt gondolom, és kapcsolódok itt a másik napirendhez, én azt gondolom, hogy amikor annak idején azért jó pár évvel ezelőtt, aki képviselő testület úgy döntött, hogy létrehoz egy ilyen település üzemeltetési és települési feladatokat ellátó, akkor mi KHT-nak neveztük, mert ugye az volt a megnevezése, egy ilyen speciális és akkor sem, hogy az volt, akkor is sem, vagy akkor is már nem nyereségorientált társaságként működött, hogy ennyire ki fogja magát jönni. Én azt gondolom, hogy a KFT-nek az eddigi működése úgy azért elmondható, hogy én szerintem legalábbis helyetőzően sikeres. Tehát egy ilyen jellegű döntésnél meg lehet vizsgálni, nyilván meg semmi baj nincs nekem azzal. Talán vehettem volna a kezemet arra is, hogy igen, és akkor nem törődik meg a úgymond a csendet. Csak ezt szerettem volna elmondani, hogy azért azt gondoljátok végig, hogy egészen másképpen működik egy intézményi formában egy tevékenység végzése. Ugye, most eltövezként másképp tanáltam, rögtön ugye belép a államháztartási rendszerbe, ugye. Közalkalmazottak, csúnyán fogok mondani, meg van határozva, hogy kinek mennyire lehet az illetménye, meg van határozva, hogy kinek milyen módon, hány év után, hány forint, de menjünk bele ebbe. Egészen más tevékenységet végez egy intézmény. Én azt gondolom, hogy egy intézményben azokat a tevékenységeket kell végezni, amely gazdaságilag is megéri, hogy ott kerül a elvégzés, és még egyszer mondom, hogy semmi bajom nincsen neki magával ötletével, meg kell vizsgálni egyetértek a polgármester véleményével tekintetben, hogy ami felvetődik, nézzük meg. Ezzel én is egyetértek, csak szerettem volna elmondani nekem annyira azért, miért nem tetszik ez az ötlet. Most én nem akarok belemenni ilyen gazdálkodási dolgokba, azért közművelítések egy része, én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban passzol, úgymond a Kft. Tevékenységéhez. Most ha valaki idejön és el akar lépni, ugye az úgymond inkább egy ilyen üzleti vállalkozás jelenleg a mai világban már,
Tehát lehet, hogy szerencsésebb egy ilyen, ha nem is profitorientált, de egy gazdálkodó szervezet keretében ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni, mert igény van rá, senki nem mutatja azt, hogy nincs szükség a városnak, ha erre sok, tehát tényleg nem akarom abban az időtöre. Én azért azt kérem, hogy azt javasolnám, hogy nyilván mindent bele lehet tenni a programban, de azért ezt komplexebben gondoljuk át ezt a dolgot, és itt csatlakoznék a Mihály által elmondottak hozzá tekintetben, és hogy itt elmegyek a következő rendben, hogyha nem maradjuk meg, hogy lehet, hogy megjelent ez a non-profit KFT arra, hogy vizsgáljuk meg ennek a szervezeti struktúráját, megfelelően tagolt-e, elegendő-e egy személyes vezetés, be tudja eltölteni a feladatát, nem kellene esetleg a belső struktúrát átalakítani, speciális tevékenységet, ugye Laci csinál mindent. Mindenünk kell csinálni, ő a KFT-jel a felelős, ő a felelős vezető. Lehet, hogyha megnézzük, akkor lehet, hogy esetleg arra fogunk jutni, hogy lehet, hogy érdemes lenne itt egy ilyen szervezeti egységet, amilyen szervezeti egységet megnézni. Most nem kell itt eltűnt gondolkodni, mindenféle magasra vezető, még ilyen tálásával, csak ugye akkor még annak az is lehet előnye, hogy a tevékenységnek, a tevékenység végzésének mondjuk a gazdaságosságát meg lehet vizsgálni. Ilyen tevékenységi kör, olyan tevékenység, ilyen tevékenységi kör. Még egyszer nem azok nekem a bajom, hogy nem szabad foglalkozni ezzel a problémával, hanem én alapvetően azt gondolom, hogy amikor meghozta a képviselőtestület ezelőtt, itt az a néhány éve a programestőt, biztos jobban tudod, ezt a döntését, én azt gondolom, hogy alapvetően jó irányba indult el. Én azt gondolom most is. És én azt gondolom, hogy lehet, megkockázhatom, hogy a non-profit KFT formában való működtetés az önkormányzat részére hatékonyabb, gazdaságosabb és lehet részére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aki megszólított, rögtön egy másodpercet, tehát nyilván nem akarok velem menni itt a... Egyetértek, amit elmondott, mert tehát nyilván együtt gondoltuk ki itt a sokakkal, hogy hogyan alakuljon ki. Nyilván van bizonyos működési tapasztalat, nyilván a KFT-nél kell hagyni egy csomó feladatot, tehát ez nem így közelítődik meg a kérdés, hanem hát azt látjuk egy sor esetben, hogy vesztett az önkormányzat és intézményei és a KFT pénzeket, mert a párt nem lehet saját magától, nem lehet járt, stb. Tehát ilyenfajta közgazdasági, pénzügyi dolgokat láttunk, amit nyilván egy városnapot nyilván ő fogja szolgáltatni a kaját, meg ilyesmit, amit most lehet, hogyha ő pályáznak, akkor nem tud, vagy Gabi pályáznak, akkor nem tud. Tehát nyilván ez volt a indíték, de nyilván meg kell vizsgálni, tehát ezt én csak odáig jutottam, hogy meg kell vizsgálni, és van ellenér az ellen, hogy esetleg változtatni is lehet ezen a kérdésen, de nyilván azért mondtam, hogy nem most kellene dönteni, de az, hogy ez bekerüljön egy gazdasági program, ezek, és nyilván ez akár párhuzamosan, amit Laci mondott, hogy megnézni a szerkezetét, mert nyilván egy olyan sokrétű szervezet alakult ki, ami én is egyetértek Musinek a javaslatával, tehát ott az irányítási rendszerét, azt azért látjuk, hogy egyrészt egy ember a építéstől a újságkiadási meg mindent nem is köteles, hogy értsen, meg nem is kell, hogy értsen, tehát nyilván itt egy fajta munkahalasztást szükségeltetik. Tehát én azért én azt hangsúlyoznám, hogy a megvizsgáláson az érdemes, mert vannak érdemek amellett, hogy ebből önkormányzati szinten jóval jön ki. Köszönöm az érveimet, nem sorolom fel még egyszer, köszönöm még Kütyűs Búrnak is. Hát ugye az a lényeg, hogy a törvény lehetőséget kínál egy hétkörre is. És innentől kezdve ez lehet egy jó ötlet, valaki szerint nem ötlet. Én mindenképpen a megvizsgálódást, tehát a jó ötletet
tartani is gondolom, van már elmondott bizottságüléssel az érvek mellett, tapasztalatok mellett, és amit a polgármester is mondott itt a pályázatok kapcsán. Köszönöm szépen. Más valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Kérdés akkor én összefoglalnám a polgármester úr részéről egy helyi értékelnek kapcsolatos indítvány, nevezzük úgy, én ezt látom a döntést is, és egyébként a Borító Bonyolítában volt is egy ilyen ülés ezzel kapcsolatban. Sok más településen működik is folyamatosan, nekünk ebben van tér előrefelé, tehát tudunk előrelépni benne. Én ezt a javaslatot befogadnám. A másik kettővel kapcsolatban meg én azt gondolom, hogy mind a két épületnek a megvizsgálása nem feltétlenül gondolom, hogy a gazdasági tervbe kell, hogy bekerüljön, mind a mellett támogatom teljes mértékben a megvizsgálását, és azt, hogy arra valamilyen észszerű programot, hasznosítást, illetve ehhez kapcsolódó pályázatot lehívhassunk majd. Én ezt nem gondolom, hogy ennek be kellene kerülni, de a... De ez egy nagyon, egyébként ezt beszéltük már, tehát ez egy nagyon jó gondolat. Illetve itt az intézmény létrehozásával kapcsolatban én nem vetném el ennek a megvizsgálását, mindenképpen meg kell vizsgálnunk, úgy kulturális szempontból, gazdasági szempontból mindenképpen nem söpörhetjük ezt az asztalra, tehát nem mondhatjuk most ennyi után, hogy ez egy jó ötlet, de az se, hogy rossz ötlet. Végig kell számolni, végig kell gondolni, mi az, amit nyerhetünk vele, és mi az, amit veszíthetünk vele. Ezt gondolom egy hosszabb elemzést fog igényelni. És onnantól kezdve tudunk majd fogni ezt. Na jó, széged jelent. De nem lehet benne lesz. Ne ígértem a bizottságot. Én szerintem valamilyen szinten benne van a gazdasági programban a rendezési tervében. Tehát sok helyen visszaköszön. És nyilván ez a kastélyjal kapcsolatos elképzelés, ebben azért benne van a nagy kastély, a kis kastély, Gászlomhoz kapcsolatos kérdéskör. Előhozni egyébként az önkormányzat informatikusával már én elkezdettem egy ilyen munkát, aki ezt feltérképezi, milyen terep lehetnék létrehozni, már beszéltem, tervező kell, hogy egy ilyen 3D-s grafikát erre létrehozni, milyen teret tudnánk itt kialakítani, mi az, amit ebből tudnánk hozni, illetve hogy turisztikai pályázatokba ezt hogy tudnánk bekapcsolni. Úgyhogy ebben már lépéseket tettem jó magam is, de én azt gondoltam, hogy ezeknél a szavaknál sokkal többet jelentene az, hogyha egy látványtervet kapnánk magunk elé, hogy mi az, ami ebből a részből kialakítható. Az egy mondatnak azon felül, hogy ilyen megközelítésben én azért azt mondom, hogy egy gazdaságot régen magát felett volt, tehát amit a fogjárását. Annyiszor volt a turisztika, hogy Végül is megállapodt, hogy rendben ezekkel a változásokkal ki az, aki tudja a gazdasági programot támogatni, készfeltartásra jelzik. Ellenvetés, tartózkodás nem volt a gazdasági program, egy hangolok elfogadása. Következő, nyílt elszolgatok egy terveti 2015. évi üzleti tervének tárgyalása. Kaptunk egy nagyon részletes anyagot, nem csak hogy jól felépített, de
nagyon pontosan a számok is rendben vannak benne. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és majd a véleményére is kíváncsi lennék, illetve Kovács László igazgató úr itt a körünkben, hogyha esetleg ugyanúgy a tűzoltó parancsnok az ő napirendi pontjához szeretne tenni szóbeli kiegészítést, akkor arra is rátérni. Igen, a bizottságok tervet alaposnak, mindenre kiterjedőnek tartották, apró pontosításokkal éltek, illetve bizonyos hangsúlyok kiemelését javasolták, felhívva az igazgató úr figyelmét bizonyos dolgokra, de mindamellett egyöntetűen elfogadásra javasolták a képviselőtestület felé. Igazgató úr, egy szóbeli kiegészítést kívánszatnak igazán? Nem? Rendben. Képviselőtestületi tagoknak kérdése, hozzáfűzni valója? Nekem nem, de most tényleg egy mondatot. Kézenvédett negyedik oldalon ugye szerepel a gépkocsi vásárlást. Én javaslom, hogy a mérfűkassa kerüljön be, hogy ez a gépi állományunkat, amit elkezdtünk itt kiépíteni, az nevezett felösszegtek, hogy szeretném a nevesítmányát. Gépi fűkasszal támogatott dolgozik. Most megbeszélgetjük meg a kérdezőt, hogy csak olyan lábban van. Szerepel ez egyébként benne, vagy volt ez, de... Hát ez nem folyik, persze, de volt. Hát itt úgy van, az 12-es hogy eszközgéppel szerzés, tehát nevesíthetjük, vagy nem nevesíthetjük. Tehát én inkább azt tartanám fontosnak, hogy egy keretösszeg van erre, de hogyha ez... Én értem, hogy ez a traktor mögé menne egy gyakorlatilag egy sík, vagy egy mederkasz, amit az árokpartokat, vagy a sík területet, ami kiváltaná a ilyen 6-8 motoros kézikaszát. Ugyan terveztük a polgármester úrral, hogy megnéztük, csak ez az én nem értem rá, és azért nem került erre sor. De most így nem tudom megmondani ennek az árát, mert ez nyilván ez így ilyen 500 ezertől 3,5 millióig, tehát ezért változik ez a csillagoségig. Én azt gondolom, hogy ebben nem biztos, hogy állásnyíl, hogy milyen márkájú legyen, hanem itt az nem igazán mérvadó, hanem inkább a keret összege. Jó, akkor elmények az eszközben megmondani. Nem, tehát a, ugye megvan a függesztek rossz. Tehát hogy indokoljam is egy kicsit, tehát látjuk, hogy egy sor esetleg magát ezt a földmunkagépet is meg kell előzni egy kasszálásnak, amit akkor lesz. És szerintem nagyon-nagyon sokat tudnánk megtakarítani azzal, hogy a nagy felületeket, nem mindig valakinek könyörögni kellett az elmúlt években, most vágják le a focipályát, teánkentot, a tüzékvállalati területet, mert az utat menti részek pedig. Még nagy egyéb kész. 10 ember az a módszer, amit Laci javasol, elküszködik egy telep, nem hatékony. Tehát most már ugye van a munkagépünk, ezért ez nagyon hiányzik a rendszerből. Amennyiben nincs, akkor a napirendi pont vitáját lezárom. Kérem, aki támogatja az üzleti terv elfogadását, készmeglátásra jelezze. Ellenszavazat, tartózkodás. Nem volt, hogy egy fogalmazott képviselőtestület elfogadta. A negyedik napirendi pont.
miután mondom, hogy KFT támogatási szerződésének megtárgyalása, pénzügyi bizottságot is tárgyalta, és azt gondolom, hogy ez szerves része tulajdonképpen és következménye az előző napirendi pontnak. Igen, mindkét bizottság tárgyalta, és a megjelölt összeggel és részletességgel elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé a támogatási szerződést. Jó, akkor én ezt egy kicsit meg is gyorsítanám. A támogatási szerződéssel kapcsolatban valakinek kérdése, kérése van-e? Amennyiben nincs a napirendi pontot, lezárnám. Kérem, hogy kézben tartással jelentkezett a támogatást. Ellenvetés, tartózkodás nem volt. Térjünk rá akkor az egyébekre. Igen sok pont lett, de annak egy pályára adva tulajdonképpen. Megjelent a 21.2015-ös MBM rendelet, amelynek a fontos neve vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése. Én azt gondolom, hogy ez egy tanítóvédi szolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat kerül majd kiírásra. Ez még nincs ott senki előtt. Egy rendelettervezet van, és ez a rendelettervezethez mindenképpen szükséges beadni a pályázat során egy képviselőtestületi határozatot. A Szociális Szolgáltatók Központtal én azért egyeztettem folyamatosan, az ő képpartjuk azért évről évre elavultabbá válik, és én azt gondolom, hogy nekünk mindenképpen szükség lenne egy ilyen mikrobuszra. Én azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy ennek a pályázatnak a beadását támogassa. Ezzel kapcsolatban valakinek valamilyen kérése, kérdése. Én azt gondolom, hogy ez támogatható, és ezzel a szolgáltatásokat tovább tudnánk akár bővíteni, vagy szinten tartani, ez nagyon-nagyon fontos. Én ezt úgy értelmeztem, hogy a... És én erre kérném a képviselőtestületet, hogy ebben ő kötelezze el magát, hogy ezt a pályázatot, hogyha kiírásra kerül, akkor be fogjuk tudni adni. Itt 8 millió forint, amit pályázhatunk, 100%-os támogatottságú, de erre a határozatra szükség van hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm. Cserélni is lehet, szolgáltatást fejleszteni vele, tehát akár lehet több kihasználni vele ez a pályázat. Én azt gondolom, hogy ezt támogatom. Több ilyen kérdelem van itt az asztalokon. Én így igyekeztem megfejteni ezt, amit ti kapásból kezdtetek nézni itt a civil szemszögből. Dolgot, hogy hogy ő mit szeretne. Csak már kettő összefügg. Mert ha ők telefonokat akarnak, akkor először kérdezek. Én ebből nem tudtam megfejteni, lehet, hogy csak már most olvasom, hogy a civil szerkó értelmi területén akar-e új tanulmányi szolgálatot. Tehát ugye most per pillanat a nálunk háromban, az egyháznál egy tanulmányi szolgálat. Ez a értelmi tanulmányi szolgálatnak a felállása. Abból gondolom, hogy itt meg vannak nevezve a tanyák, ráadásul belőbb, akkor benne van, ahol nekünk ilyen tanulmányi szolgálatunk van, tehát nyilván átfedésre nem lehet. Mert
Az én tudomásom szerint a nyíltáti civil centrumnak eddig tanyagondoki szolgálata nem volt. Támogató szolgálata volt, ott van kocsi. Nem tudom, hogy a támogató szolgálat kocsi cseréjére kérni, az rendben van, neki nincs olyan, tehát mint a intézmény, társulási intézménynek nincs olyan, az támogatható. Amennyiben egy új tanyagondoki szolgálat létesítéséről szól az a kérdelem, akkor én javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt gondolja át, mert ugye nem tud a találási szerződésnek történik ez? Tehát úgy, ahogy a Filadelfiával van adatellátási szerződésünk, ha ez élessé válik és tanyagondokiról szól, mert nem tudom, ti elolvastátok, hogy kiderül, hogy ez de vagy, vagy egy másik. Tehát még nem jövő van, aki nem még. Oké, rendben, de én most a végről beszélek, hogy el kell dönteni, hogy mi egy újat akarunk, kovalakarunk. Ugyanott, ahol ő nem jön be. De akkor mi fog bejönni? A kettő összefügg ilyen szempontból. Tanyagondok itt akar, vagy nem? Akkor én azt mondom, hogy egy olyan döntést hozzatok, hogy ha gondok itt akar, akkor nem tudjuk támogatni, hogyha még a kettes pontban, ami le van írva, hogy az általunk biztosított szolgáltatásokkal összefüggésben segítségek, mint az önkor, azt viszont tudjuk támogatni. A kettő második pontja, tehát mennyi a második volt a második pont a tárgya. Csak hogy a végre mit mondjuk, tehát. Azt elolvasom, és azt értelmezném, hogy az mit akar az együttműködés tárgya. A tanyagondoki szolgálatot akarja el, hogy azt mondja, hogy az önkormányzati partner által nyújtott szolgáltatásokhoz igények szerint nyújt ő segítséget ezzel a gépjárművel. Én azt javaslom, hogy döntsünk el napirendbe, és hogyha azt mondjuk, hogy mi a tanyagondi szolgálatunkat fejlesztjük, ugye abban benne van, hogy nem akarjuk leépíteni nyilvánvalóan, ugye? Annyiben rendben van, amit mondok, hogy összefügg a kettő, de hát itt fel nem merült az, hogy mi most úgymond hátráfúzódunk az anyagondi szolgálat területén, és kivonulunk mondjuk belül okoltól. Volt ilyesmiről? Mint anyagondi szolgálat ellátott? Nem, de hát ha mi tanyagondoki tárgyalunk, akkor ugye a maradék, mondjuk alsósós, kulcs, versősök, tehát ahol nincs, ott lehet tanyagondoki tárgyalunk. Van 400 kötött, mi beszélgetünk, 4-500-600 fő ember kell ahhoz, hogy a tanyagondoki szolgálatot lehessen csinálni. Ahhoz nyilván a mi település részeink jöhetnek szóba. Ez nem azt írja, hogy tanyagondoki szolgálatot, és még pontosan lehet, hogy nem is tudjuk, hogy cserére fogják inkább kijelezni a dolgot, vagy újra is, vagy mind a kettőre. És ha mind a kettőre, akkor csinálhatunk újat is, de ennek dönteni kellene nekünk. Csak ugye a megfelelő információ nincs meg, mert azért lehet, hogy ott nem is értem meg. Addig, hogy itt találjuk, hogy szavazunk, hogy mit tudták. Hát most én esélyen, hogy szavazunk, hogy átadnak el, de én azt mondom, hogy ha lehetőség van, bővítsük a tanyagondoki szolgálatot, ha nincs, akkor cserébe. És ez egyértelműen meghatározza az ő által a kért dolgokat, mert akkor természetesen nem tudjuk támogatni. Ennyi ennek a tárgyalat. Tanyagondoki. Nem tudjuk. Ez még egy tervezet. Tehát igazából határidőkkel majd vagyunk, készülünk rá, de nem tudjuk pontosan. Nekem is lenne, hogy ezzel két részének a nagyot itt jelenleg a formájában szerintem semmiképpen nem adjuk rá. Jó, akkor ami az egyebekben elsőnek felmerült, a mi részünkről, a mi irányunkban, én azt gondolom, hogy az a fontosabb, tehát nyíltelek pársa. Én abban kérem a képviselőtestületet, hogy azt a felvetést támogassa. A pályázat lenyújtását, illetve az ahhoz tartozó kérem a képviselőtestületet, hogy aki ezzel egyetért, képfeltartással. Tartózkodás, ellenszavazat.
technikai részt ehhez a döntem, hogy az intézmény társulásban van, esetleg kellene kell. Valami döntnek. Valami, itt csak kérdezem. Nem. Én a kiírás tervezetet láttam, abban ilyen nem jelent meg. Szakmai programra van szükség, illetve Többi is van, amikor pályázott, többi buszra is van. Jó. Akkor... Akkor mennyire a hajlandó felünk biztosan kiütés, ez szerintem nem fontos. Következő, ezt ma reggel kaptuk, és akkor itt egy együttműködési megállapodás fekszik most már valóban előttünk, így mutatom mindenkinek. Nyíltaneki civil koordináció és szociális szolgáltató egyesület irányából érkezett ez a megkeresés. És ő is, ez a szervezet is erre a pályázatra szeretné benyújtani az igényét, de ez csak abban az esetben tudja megtenni, hogyha az önkormányzatunkkal együtt a megállapodást köt. Itt az előzetesekben akkor én úgy értelmeztem, és azt szűrtem le, hogy ő csak akkor abban az esetben támogatható, hogyha mi feladatainkat akarja igazából elvenni. Nem tudom, jól értelmeztem. Igen? Lehet? Igen. Mindben. Egyet értek ezzel, hogy tisztán kellene, szerintem nem is kellene nekünk most ebben dönteni, és nem szeretném megisztelni a kérendőr. Én próbáltam itt átfutni ezt az együttműködési megállapodást. Hát nem igazán egy önkormányzatra, mint együttműködő partner alatt ez megfogalmazva lehet. Lehet, hogy arról valaki csinált egy ilyen megállapodást, és az jó volt, mert azért itt kicsit égnek át a hajam, amikor nem nagyon van, hogy partner tevékenységébe bevonja a kérelmezőt. Tehát a partner tevékenységébe bevonja a kérelmezőt. Önkormányzat közhatalmi feladatot átépít el többek között, ugye, és ő bevonunk ebbe egy civil szervezetet. Hát ilyen biztos, hogy nem nagyon kellene egy ilyen együttműködési megállapodás kötni. Szerintem itt valamilyen két szolgáltatást nyújtó szervezetnek között valamikor egy ilyen megállapodás, és lehet, hogy akkor próbáltatjuk átemelni. Tehát ezt azért meg kellene nézni, hogy mennyiben élik ez a szerződési szövegtartalom az önkormányzatban. Sok-sok mindent kellene itt úgymond tisztázni. Ugye egy végül azt néztem, hogy akarom szerűen igénybe veheti előzetes negyed, végül kiderül, hogy fizetni kell érte. Igen. Ugye, de ugye még jó volt, csak a végén az, hogy nem mondok ilyen. Illetve a partner szolgáltatások megvalósítását, itt igazán, mint önkormányzat, nem igazán szolgáltatást voltunk, és nem igazán jelennek úgymond nekünk meg itt üzleti céljaink, mert mi nem egy gazdálkodó. Ilyen értelemben nem a piacon, hanem egy gazdálkodó szervezet. Én nem is akarok itt látogatok, akkor én azt javasolnám, hogy akkor a rendszerű etikóval kerületben egyetem és tisztázni, hogy ők mit akarnak. Mi az ő céljuk ez az együttműködési megállapodás? Milyen tevékenységet akarnak képezni teketünk legyen? Ahhoz képest, ha belefér a, úgymond a megelőző döntésünk az, hogy hozunk egy ilyen döntést, akkor tisztázni egy együttműködési megállapodás kell. Nem kell, ha kell, mire, ugye nyilvánvaló, és az ilyeneket én azt javaslom, hogy nem nagyon nagyon benne, hogy szokottam, hogy bevonjuk a tevékenységünkben. Ez a kérdés. Ez teljes mértékben egyetértek. Nyilván a pályázat beadásának megkaptam idő az időszakról, tehát lehet, hogy itt reveskednek ilyen május 4-ét, addig még lehet, hogy akkor egy rendkívüli testületi ülés formájában ezt meg fogjuk tudni tárgyalni. Amikor konkrétumot mondjuk, én azt gondolom, hogy a kétség területnek az az érdek, hogy tudja, hogy mire mond igen, vagy mire mond nem. Hát ez még egy ilyen reggelés van a valóban, hogy ez gyakorlatilag volt. Akkor kérdezem én a testületet, hogy... Akkor ezt vegyük le a napirendit, a napirendről. Jó, akkor kérdezem a testületet, aki egyébként lezártad az autóját.
Akkor szavazunk róla, aki azt javasolja, hogy vegyük a napirendről, akkor az kész feltartásra jelezze. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt rendben. És ugyanezzel a problémával állunk szembe újonnan. Kapcsolat egyesület az Észak-Alföldi és Kárpát-Aljai együttműködésért. Ez egy Rákóczi utca 102/1 szám alá bejegyzett egyesület, amely elvileg kézbelekért dolgozik, és ehhez neki szüksége lenne egy ilyen támogatási nyilatkozatra. Kérelmet le is adott, illetve csatolt hozzá egy szakmai programot. Én nagyon-nagyon fiatal vagyok ilyen téren, és azért is hoztam a testület elé, hogy itt azért vannak tőlem idősebbek. Segítségeteket szeretném kérni, hogy ki az, aki erről az egyesületről tud valamit egyáltalán, milyen rendezvényeken jelentett meg, mennyiben támogatja ezt, hirtelek kulturális, szociális vagy bármilyen nem üzletét. Azért, hogy az együttműködés sem egyetlen értelki szervezet volt, egyesület vagy intézmény, bármi sincs benne. Igen. Mert ugye, ha én ezt jól értelmezem, ez egy kifejezetten nyíltelekhez fogósít. Az egyesület lehetőségét biztosít, valamennyi hátrányos helyzetben lévő gyermek. Tehát még nem is országhoz köti, hanem az valamennyi hátrányos helyzetben lévő gyermek, akár még külföldi, más országbeli hátrányos, és azzal, hogy az egyetemi bánásmódot elvét ugye a tanulók tartják. Tehát Isten igazából én nem láttam benne olyan tanítomot a székhelyen kívül, hogy ez működése során kötődött volna nyíltelekhez, vagy hogy a jövőben fog-e kötődni nyíltelekhez. Én azt mondom nekünk, hogy semmi bele nincs kéne az egyesület generálisnek, vagy a Márisnál semmit nem tudok mondani, kiket a tagjai, nem tudom, hogy kik alapították, mikor alapították, milyen célból alapították, Isten igazából egy olyan is egyesület célese, arra nem találom utalás, hogy esetleg valami közfaszú, mint szervezet lenne, mert nincsen ebben az anyagban. Tehát Isten igazából minden az idő szinte egyetemben van, hogy ez a mindjárt egy képes összeségben ez a program. Én is egy kezdel, én magam nem találkoztam még ezzel az egyesületkel. És a rendelet tervezetben én azt is olvastam, hogy egy televízésről maximum 3 ilyen benyomó kép, vagy bármilyen is ehhez a pályázathoz kapcsolódó gépjármű támogatható. Ezzel meg én azt gondolom, hogy ha ezt írjuk valóban nem nyíltelek, centrikus, akkor saját magunknak, ha támogatjuk, akkor saját magunknak fogunk egy konkurenciát képezni. Én nem biztos, hogy örülnék annak, hogy nem nyíltelekítozunk, hogy jobb helyzetben nyíltelek érkel szemben. Szóval akkor valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, kérdése. Én felteszem akkor a kérdést, hogy ki az, aki ezt a, ennek a támogatási szerződésnek a aláírását támogatja? Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodik? Kocsánatodom, hogy és akkor egy éve
ők megvették a sebőkék mellett, hogy hívták azt az öreg bácsit, aki már ezer éve kihalt. Van Dankó bácsi, azt a lepusztult 10 éve álló házát vették, oda költöztek a szülők, mert őket ismerem, és akkor a Pirkóék költöztek az anyukáék házába, ami egy vadonatúj szép új lakás, oda 102 bevébe vagy hogy. És a tőzőmére nem tudom, én az idősek házaspárt ismerem, akik már ki a sok részben meg ilyen ügyi előtt állók, betegek, csak ezért ismerem őket, de azt tudom, hogy egy-két éve költöző nyíltelekre a fiúk. De nem, semmit nem tudok a tevékenységükről. Hát nem így dolgozott eddig, nem biztos, hogy nem. Következő megkeresés az inkább mind a kettő az egészségügyhöz kapcsolódik. A Rákbetegek Országos Szervezete kereste meg az önkormányzatot tulajdonképpen rajtam keresztül, és szeretnének gyógyultá nyilvánított rákbetegeknek egy ilyen klub jellegű, úgy is mondhatnám, egy ilyen rehabilitációs csoportot indítani írták el. Ez a közösségi házban szeretnék ezt megtenni, 2 óra lenne, amire szükségük lenne, és minden páros héten, tehát az éves szinten, ha most nézzük, akkor ez ilyen, hát 20-ban, de már nyilván abból elment egy bő időszak, úgyhogy még 20 alkalmat sem jelentene. Kérdésem nekem a képviselőtestület irányába, hogy tudjuk ezt támogatni, illetve az, hogy ez egy, én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Oda tudjuk-e arra a 2 óra intervallóra, 2 hetente adni a közösségi házat ingyen, vagy valamilyen jutányos térítési díj mellett? Javasolhatom, hanem, hogyha látom itt testületi ülés előtt, hogy elő kéne kaparni azt a rendeletünket, ami az IBI szervezetek támogatásával kapcsolatos. Én mintha úgy emlékeznék, hogy abban az van benne, hogy olyan, de abogatásból nyugodtan segíthetsz, olyan IBI szervezetet tudunk úgymond kedvezményesen idézőjelbe helyzetbe hozni, akinek van bérincet telephelye, még telkem. Az a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletekben valóban az van, hogy pénzbe és természetbe is lehet támogatni. Hát, ha abba helyezzük vele, ugye akkor az viszont pályázat után, tehát ezt valahogy külön kell kezelni, mert abba nehezen illeszhető vele, mert akkor biztos nem fog valaminek megtalálni. Tényleg nem mondhatod azt, hogy ez valami állandó kormányzó. És ugye a saját rendeletünkkel szemben azért nem tudom célszerű nekünk lenni. És ott le van szabályozva egyébként, hogy térítésmentesen civil szervezetek, amíg megfelelnek a kritériumnak, hány szó, végig beszélgetünk, hogy na valamit azért mutassam. Hát ez a vállal kapcsolatban, vagy rendezvényekkel kapcsolatban nem régmet lehet. Nem? Szerintem ez a testület nem tovább. Ez még nem. Ez először. Hát én mindenképpen azt javaslom, hogy kapjuk a területet és nézzük meg, és a beletérjek ott támogatjuk. És nyilván ugye akkor rögtön azt mondhatjuk, hogy ugyanilyen feltételem, mint a népeleti közösségét. Egészségi szempontból szakemberedet is többet tudják, ami nagyon fontos. És ez a településnek is egy fontos érdeke. Hát itt a legkedvezőbb megoldást kellene, amit László nem adott. És akkor a legkedvezőbb megoldást, és akkor itt mindenkinek támogatom.
javulok, ha megbeszélem, hogy az időben dolgozom, hogy elérjen, természetesen azért van egy kialakult rend, a befejezéseket azt mondtam, hogy mi kell megjelenni. Köszönöm. Képviselő. Én azt szeretném kérdésíteni, hogy engem megkeresett ez a hölgy, aki ezt tervezi, és én igyekeztem is neki a szervezésben segíteni, tehát a rendelőkben megjelent a információs táblán, hogy létezik egy ilyen hölgyet, hogy kell őt megkeresni, illetve szólóanyagot is fognak kinyomtatni. Nem, az újságban is megjelent, és az újsághoz hasonló tartalommal lesz egy ilyen kis levelezőnek nagyságú szóróanyag, amit majd mi a rendelőre osztogatunk, meg a civil centrumban, meg ifjúsági házban itt ott majd beraknak. Akkor jöhet ez létre, ez a szervezet, mert per pillanat még ugye kéri a budapesti elnök, hogy lehessen itt egy ilyen helyi. Ez akkor jön létre, ha legalább 8 rákos betegségben átesett tag lesz, plusz nem tudom, hogy mennyi támogató, per pillanat egy sincs. Tehát én azt javasolnám, hogy elvilegben támogassuk, tehát ne az önkormányzat legyen már az oka annak, hogy ő nem tudtadik, hanem igen, támogatjuk, amikor vagy össze jön ez a csapat, akkor megvizsgáljuk meg, hogy hogy támogassuk, de én mindenképpen javasolnám, hogy valami elvi állásfoglalást hozzunk már, hogy támogatjuk és keressük a lehetőségeket, vagy valamilyen szépen megfogalmazva. Nem tudom, hogy egyáltalán ez létre fog eljönni, mert már azért egy hónapja már keressük a tagokat, és terminált egy sincs még, pedig én magam is ajánlottam már betegeinek. Nyilván így név nélkül, mert én nem adhatom ki, hogy ki az, aki átesett, de akit én úgy gondoltam, én szépen mondogattam, meg megjelent, és senki nem jelentkezett még, hát az is lehet, hogy ebből semmi nem lesz. Én nem szeretném azt, hogyha hozmarcs utána az vedelem, mert az önkormányzat nem biztosított helyet. Valahogy én hogy olyan jól járunk, hogy vagy olyan szépen jöjjünk ki belőle, én mindenképpen javasolnám a testületnek, hogy ezt így ilyen formában nyújtson neki egy helyet, hogy hát ha sikerül szerelni a csapatnak, nem legyünk már azok, hogy nem jött össze. Akkor az egyik egyben én arra gondolom, hogy elvérben mi lenne, ha támogatnánk, és adnánk neki egy tólig időszakot, hogyha létre tudja hozni az egyesületet, és meg lesz a megfelelő csapétszám, akkor visszajön a testület elé, és a rendeletek előírt kritériumnak megfelel, akkor folytathatja tovább. Én ehhez akartam javaslat is adni, mint amikor itt most ahhoz képest, jól lehet, hogy mondjunk valamire, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan döntés adunk, hogy elvérben támogatjuk az ő tevékenységüket, és egyébként egyéb tekintetben, amennyiben a mi önkormányzati rendelkezésünkben leírtaknak megfelel ez a szervezet, ugyanolyan támogatásra részesítjük, mint a helyi civil szervezeteket. Ugyanúgy támogatásra részesítjük, mint a helyi civil szervezeteket, és gyakorlatilag innentől jön lép, hogy meg kell, hogy feleljen a mi elvárásainknak, mert benne van a rendeletben, tehát legyen egy helyzet telephelyes, és meg tudjuk nézni, hogy mennyi tudunk elmenni az ingyenesség tekintetében, ugye itt a rendelet, meg a nemzeti vagyunkból szóló törvénybe kerülne azt is, ugye, hogy nemzeti vagyunk ingyenesen. Kinek lehet, kicsnek lehet biztosítani az hasznosítását, stb. Elvi szinten szerintem ez megfelel, hogy mondani mondott. És van, amit talán akadálya, ahogy például az alakuló ülés, akkor itt még lejön. Én azt javaslom a képviselő testületnek, és eljegyezhetik magukat. Erre is kérjük a képviselő testületet, hát akkor elvégben támogassuk, illetve hogyha ez majd rendes normák, formát ölt és megvannak hozzá az emberek, akkor pedig
a helyi rendeletünkben előírt kritériumoknak meg kell, hogy feleljen, így akkor ez az egyesület végezhet itt a tevékenységét. Akkor, amit elmondtam, ugyanolyan támogatásra, mint a többi amiket így összefoglaltam, akkor ezzel kapcsolatban kérem a képviselőtestület támogatását, aki ezt támogathatom, aki tartja ezt képviselőtestületre. Ellenszavazat tartózkodása nem volt, így támogatásra került. Illetve van még egy utolsó, ez dr. Lápi Zoltántól jött egy kérelem, ő szeretne egy pszichiátriai magánrendelést a Dózsa György utca egészségház ügyeleti helységében. Ez azért lett még tartva tartom, mert ugye nem tudta aláírni sajnos családi okok miatt. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is egy elvi döntést kell hoznunk, és utána pedig azt, hogy milyen anyagi kondíciókkal, hogyan, az már az elkövetkezendőknek lenne a feladata. Kinek van az utolsó? Kérdezzük-e valamit? Aki van biztos, hogy nem jelenik, hogy kinek van az által való használatra? Az alapellátási igazgatóság, de éppen egy bejelentéssel szeretnék majd élni, ezt a helyiséget érinti. A rendben az önkormányzat tulajdona. Azért rendben van, csak valakinek van rá, hogy csak használható szerződés. Jelenleg az alapellátási igazgatóságnak, a Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnak de már nem sokáig, mert erről szeretném. Igazából a polgármester szerette volna, hogy én teszem ezt a bejelentést, mert annyira nem népszerű. De hogy visszatérjek-e az előző anyaghoz, nehogy abban essünk, hogy ott már nem tudjuk, melyik papírnál járunk. A Látos doktor úrnak a kérelmét én személy szerint támogatni tudom. Olyannyira kezd Nyíltelekhez kötődni, hogy itt is telepedett le családjával, illetve itt telepedett le és alapított családot. És nagyszámú, sajnos nagyszámú beteg, vagy nem beteg, csak bizonyos élethelyzetben lévő ember szorul az ő segítségére, és a munkáját a minőségét jelzi, hogy egyre kiterjedtebb a pacientúrája, ezt most jó értelemben vegyétek, és ez hozta meg ezt a minőségi változást, hogy esetleg egy magánrendelést, ahol olyan sokan keresik, hogy ezt valahogy nevelve kell terelni. Egy agilis, igazán jó fiatal szakember, pszichiáter szakemberről van szó, jó pár ismeritek is. Ja, már mint magánember. Tehát én személy szerint támogatnám. És akkor, hogy összekössük a bejelentést, ami mégis igazából egy bejelentés ennél is elhangozhat. Az egészségügyi, a Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, aki Nyíltelek városát is lefedő háziorvosi ügyeletet működteti. Múlt héten megkeresett minket, és polgármester úrral is közös beszélgetést folytattunk, amely során kiderült számunkra, hogy Nyíltelek ki telephely, ügyeleti telephely nem rendelkezik már érvényes hatósági engedéllyel. Így az igazgató úr nem lát lehetőséget arra, hogy itt tovább munkaszolgálati napokon napközben úgymond háziorvosi ügyelet működjön, hanem az ügyelet teljes mértékben a nyíregyházi telephelyen működik, a Szent István utcán. Ott állandó orvossal 24 órás ügyelet, szeretném hangsúlyozni, nem csak a hét, nem csak a munkaszünet napokon, hanem a munkanapokon is, reggeltől estig igénybe vehető, illetve éjszaka is, tehát 24 órás ügyelet, non-stop ügyelet,
működik, és mely házhoz hívható természetesen, illetve a mentőszolgálattal karöltve működő rend a hívás, esetleges hívás jellegéből, az eset súlyosságából meghatározzák, hogy milyen fokú egység, rohamkocsi, szállítókocsi, vagy a ügyelet vonuljon ki. Az igazgató úr azt is mondta, hogy említette, hogy ebben a nyíregyházi központú ügyeletben, mint házi orvosoknak a munkájára számít rá. Itt külön gyermekügyelet van, tehát a Czakó doktor is annak a működtetésében bevonható, mi pedig a felnőtt ügyelet működtetésében. Tekintettel arra, hogy bár most még valóban nem előírás, de a megyei tiszti főorvosnő szerint hamarosan előírás lesz, hogy orvosi ügyelet mellett ügyeletes gyógyszertárnak is működnie kell. Valóban a logika is azt diktálja, hogy nem sok értelme van megvizsgálni egy beteget nyírteken, aztán beküldeni Nyíregyházára a gyógyszerért. És még néhány szakmai érvet lehetne sorolni, ami hát, laikus fülnek talán nem hangzik túl népszerűen, de el kell, hogy mondjuk, hogy afelé szeretnénk a lakosságot erősíteni, hogy ne az ügyeletet használják. Nem szeretném, hogyha bárki felháborod ezen a kifejezésen, de az ügyelet az nem folyamatos házi orvosi rendelés. Ezt szeretnénk a lakosságban is tudatosítani. Az ügyelet jogszabályilag a következő házi orvosi rendelésig nem halasztható esetekre van kitalálva. Ilyen, ha végig gondoljátok saját életeteket, gyermekeitek életét, nagyon ritkán fordul elő, hogy a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható valami. Ha pedig nem halasztható, van ilyen, az egészség párosodási szférájának terén, akkor van kihez fordulni a nap 24 órájában azért minden napján, akár személyesen, akár kihívni, akár a mentőszolgálatot riasztani. A mi feladatunk az, hogy a lakosságban ezt erősítsük, hogy igenis forduljon a házi orvosaihoz. Időben, nagyobb számban használjanak minket, jöjjenek, ne hezitáljanak, ne halasszák ünnepre, hétvégére, éjszakára. Itt vagyunk, napközben tessék hozzánk fordulni, azért vagyunk itt. Illetve azt, hogy az ügyeletet indokolt esetben vegyék igénybe, illetve az egészség romlásnak megfelelő szintet, azaz vagy az ügyeleti gépjárművet, vagy pedig a mentőszolgálatot kell elriasztani. Ezt megpróbáljuk majd mi is, akár az újságban, akár az információs tévénken, akár szórólapokon egy kicsit tudatosabbá tenni a lakosságot. Egyébként az elmúlt években ez irányba egy nagyon pozitív elmozdulás látható. A mentőszolgálat részéről nem jöttek olyan jelzések vissza, hogy például nyírtelek feleslegesen a bajgatná őket. Tehát amikor vonulni kell, akkor annak nyírteleken nagyon-nagyon, nyírtelek irányában nagyon nagy számban jogos oka van. Ezt szerettem volna, még annyit, hogy május 9-ével lép ez érvénybe, még a háromnapos ünnep az még eltelik, és azt követően van az, hogy hatósági engedély hiányában a nyíregyházi 24 órás ügyelet egyetlen telephelyen hogy annak idején, amikor a fügyeleti rendszer egy megszűnt, valamilyen megállapodást kötöttünk. Én ugyan emlékszem, hogy kötöttünk egy megállapodást. Aki ezt a fügyeleti szolgálatot ellátja, na most azért én értem, hogy a
mit gondolsz és miért gondolod, meg megismertem a szakmai részét. Csak én visszanézek, amikor megszűnt itt az ügyelet, az állandó ügyelet, akkor a feláldozás volt, hogy túl lép. Tehát ahhoz képest, hogy én csak kíváncsi lennék, mert nekem az a fogalom, hogy lejár a hatósági engedély, az nem jelenti azt, hogy nem lehet azt megújítani. Nem jelentve, nincs. Nincs. Hát a felülvizsgált során nincs. Tehát olyan a megyei tisztifőoros nővel egyeztetve olyan tárgyrendelet, olyan személyes tárgyi feltételeket ír elő, amivel ez a telephely nem rendelkezik. Rendelkezhet természetesen, létre lehet hozni bárhol, minden utcában létre lehet hozni, oltári anyagi áldozatok árán. Amikor megszűnt az ügyelet, akkor is elmondtam, hogy központi ügyeletek 30-40 ezer főre jönnek létre. Ez nem véletlen, hogy nincs minden kis faluban vagy városkában, mert ez így lehet annyi orvost találni, akik ezt jogszerűen elláthatják, illetve a finanszírozásból kijön egy ügyelet, aminek igen szigorú tárgyi feltételei vannak, például azt, hogy orvos, ezt el tudjátok képzelni, asszisztensnő, gépkocsi vezető, gépkocsi, mindenkinek pihenőhelység, két beteg fektetésére alkalmas betegfektető, egy fullosan felszerelt rendelő, ami még talán meg is van, de ugyanez az ügyeletes gépkocsiban, tehát olyan minimum feltételek vannak előírva, aminek ez a telephely már nem felel meg. A beszélgetések során mi éreztük, hogy nyilván a lakosság ezt nem fogja jól néven venni, leginkább tőlünkben, leginkább a képviselőtestületben helyet foglaló két orvostól. Ez a mérleg egyik oldala, a másik pedig az, hogy hatósági engedély nélkül nem lehet tevékenységet végezni. Tehát ilyen volt egyáltalán hatósági engedély, akkor igen, csak kérdezem ezt a kérdést. Azt nem tudom, hogy akkor, amikor a Kósa Zsigmond főorvos volt valahány éve, azt nem tudom, hogy volt a Kósa Zsigmond, de az biztos, hogy most nincs. Én azért csak azt javaslom, hogy azért így emellett így, hogy hát biztos jobban ne menjünk el, és nézzük meg akkor, hogy van-e ilyen megállapodás. Ha megkérdezi bárki, hogy tessék mondani Vaskó Kálmán képviselő, hogy miért szint meg, akkor azt nyilván én akarom azt mondani, hát meg Attila azt mondja, hogy nincsen engedély. És megnézte a testőt? Attila azt mondta, hogy az igazgató úr. De ugye? Ha most, természetesen. Most te érted a lényegét, tehát hogyha gyakorlatilag olyan feltételek vannak megszabva, amit nem tudunk teljesíteni, akkor megváltoztak a feltételek, amelyet mi nem tudunk teljesíteni. Mert nekem valaki azt mondja, hogy nincs rá hatósági engedély, nyílt a kérdés, hogy egyáltalán volt, lejárt, megváltoztak a feltételek, a engedélyedés időtartama eltelt, és senki nem nézte, meg lehet újítani, nem lehet újítani, tehát nekem hát Istennek nincs információm arra, hogy mennyien vették ezt a ügyeleti szolgálatot igénybe, de lehet, hogy az is megjelen egyesét, erről egy testületi tájékoztatás, és én azt gondolom, hogy akkor járunk el kellő alapossággal, megnézzük valóban, hogy milyennek azok a, mik azok a feltételek, amelyek megváltoztak. És nem tudomásul végül, hogy azt mondta a főigazgató, hogy nem vesznék szerint, hogy nem fogok tetszeni, amit mondok, de én azt gondolom, aki, mint aki ehhez nem ért, én egyszerű nyíltelki mezői polgár, azért én körülbelül ezeket a kérdéseket tenném fel saját magamnak, hogyha én lennék az, aki már igénybe vette ezt a... A kérdés jogos, meg körbe is lehet járni, egy biztos, hogy ezt a határidőt ez nem módosítja, legfeljebb visszacsináljuk, ha úgy alakul, de azért mégiscsak az ellátást biztosító szervezet igazgatója mondta ezt, és azért beszélgetünk most mi egymással, mert én nyertem meg ezt a nagyszerű ajándékot, hogy bejelenthetem a testületnek e dolgot, amit hát most mindig a hírhozóját nyilazzák le, tehát itt most pontosan ez a
ez a helyzet áll fenn. Tehát még egyszer nem én akarom bezárni, azért ezt szeretném, hanem a körülmények olyanok, és egy működtető szerv hatósági engedély hiányában, annak az igazgatója felelős döntést hozva azt mondta, hogy május 9-ig ezután ezt így nem tudja biztosítani. Közben természetesen ezt meg lehet vizsgálni, amit Laci mond. Lehet, még mondtuk egy mondatot, lehet, hogy akkor lett volna egy kellő alaposság a főbe járva, vagy főbe futva ez a téma, ha mondjuk a most 20-valahány, nem, mint tudom, két hét előtt, na hát, tudjátok-e, hogy nem veszik el? Hát nem, na, akkor most megtudták. Tehát gondolom, hogy nem, vagy most változott meg a feltétel? Most járt le az engedély? Mindezt én azt gondolom, hogy ha kellő alaposággal járunk el, akkor ezeket nem ártana tisztázni. Most nyilván Piki saját lelkiismeret alapján azt mondta erre, amit akar. Én azt mondom, hogy meg kellene nézni, hogy alakult el, és mi az a konkrét probléma a főigazgató vagy igazgató döntésén kívül, mint objektív feltétel. Fönn áll, nem áll fenn, ha akarnánk, lehetne itt, nem lehetne, semmiképpen, vagy lehetne, hogy ennyi pénzbe kerül. Érted az időzére gondolod? Én is azt gondolom, hogy nehogy már átjöttünk ilyet, hogy ez nagyon nagy felháborodást fog okozni. Én sem tudom, hogy mennyi egy állnak, azt tudom, hogy amikor tudom én, innen próbálom kell menni minden nap, akkor ez nagyon jó, hogy közel van például. Igen, ebben közben szerettem volna még vágni, még annyi feladat van ezzel, hogy ezeket a problémákat mi háziorvosok megoldjuk, tehát kötözéssel, inekciózásért biztosan nem kell nyíltházára menni. Ezt még elfogadtam az előbb hozzátenni. Ezt úgy magunk között már megbeszéltük, hogy lehet tompítani ennek a hatásait. Én azt javaslom, hogy nyilván nem, mert kételkedünk, hogy Attila mit mondott. Én nem mondom kételkedni, nem erre irányul a felvetése. Tehát nyilván, kérdeztem polgármesternek közben, hogy kaptunk-e erről valami írásos valamit. Tehát azért már szóban közölte. Én azt szeretném, hogy holnap reggel akkor, vagy egy e-mailen, vagy akármin, kérjünk el egy írásos tájékoztatást, és azok a dilemmák, amik itt vannak, nem azt gondolom, hogy ezt nekik kell felvállalni, hogy miután miért kellene felvállalni, vagy a képviselőtestületben, vagy amikor nem kell ezt felvállalni, ezt nyilván akkor a döntést meghozta ez. Vállalja fel, és nyilván felelőse hozta önöknek, ezt kételkedünk el az ügyben, de nyilván pénzt tettünk be a ügyeleti rendszernek a felépítésébe. Én is azt gondolom, hogy nyilván látod, hogy amit elmondtál ebből, szinte azt következik, hogy ezt nem lehet lehet biztosítani, hogy most hozzuk megyünk be. Tehát nyilván nem, de én azt gondolom, hogy akkor járni kell helyesen, ha ezt megnézzük okával, mert ez olyan modellelő kérdés, amiből biztos, hogy botrány lesz. Tehát most és nyilván kommunikálni úgy lehet, hogy ha ezt leírja, mi megnézzük, emberek, itt a világon nincs ennyi pénz, és akkor majd nyilván itt a ennyi több körülmények, hogy akkor ti meg helyette meg megvittem. Ugye ez az ügyeleti rendszerben is volt már egyszer egy visszalépés, mert volt ez azért már még finomabb, értelek, a szolgáltatásaiban, vagy ága szolgáltatás, egyszer visszaléptünk. Nyilván ott én nem tapasztaltam, hogy olyan nagyon nagy felállapodás volt, mert közben a központi ügyeletek pont növelték, gyerekorvos lett, kocsival kijöttek meg, tehát nyilván akkor ezeket kell elvallani, hogy ez hogyan történjen, nem hiszem, hogy ezt kellene vállalni nektek, meg hát nekünk meg aztán nehogy az a látszat legyen, hogy hát itt tényleg ti asszisztáltok, mi meg nem asszisztáltok. Most mindjárt rendszerben a személyi állományt azt a biztosítást, hogy hogyan adott belül?
a szerződés is kötelez minket arra, hogy, hogy ebben a kistérségi központi ügyeletben részt vegyünk, igen. És ezt beosztás alapján. De most nem mindenkiben gondolom. Az alapjelentés igazgatóság. Az alapjelentés igazgatóság. Tehát ők működtették, ők fizettek, ők megvédelek a dimenziót. Igen, de annyit szeretnék mondani, hogy tehát azért, amikor az alapellátás igazgatója kívül, hogy ott volt a polgármesterről, és ez nem a kizárnak mondta, hogy így kettecskén beszélték meg. Ezt szerintem te félreértetted, de mindegy, tehát ez így volt. De nem is ezt akarom mondani, én viszont szeretnék kérni a Rátos doktornak a dolgához. Azért, mert egy kicsit benne volt ebben a kezem, egy kicsit erre én beszéltem rá. Mikor ő a szakvizsgáját megszerezte, akkor ugye vállalhatott. Pedig elvállalta azt, hogy olyan betegeinket, akinek viszonylag sürgős volt a vizsgálata, fogadta a mi beutalókkal a szorongás ambulanciánakra dolgozott. Ez egy úgymond kényelmi szolgáltatás volt, ezt nem a jó szakmai kapcsolat miatt tette meg. Nagyon szívesen vetett nyilván a betegek is, mert milyen jó, hogy nem kell várni, nem két hónapot, meg egyet, meg együtt. Elég nagy páciens járt így hozzá, mert sajnos egyre több ilyen betegünk van, és nagy segítség volt számunkra is, hogy átvállalkozott a betegeket, viszont nagyon sok ember közül igényelné azt, hogy ne úgy kelljen besúrani a szorongás ambulanciános sorszám minden végül két beteg között, hanem ők szeretnék, hogyha jó körülmények között foglalkozna velük a doktor úr. És ezért konkrétan én javasoltam nekünk a doktor, hogy hát csináljuk, próbáljuk a magánrendbe, és olyan sokan tartoznak a gyárnak hozzá már népvelekről. Nekünk is olyan szempontból könnyebb lenne, hogy sokszor olyan tehetetlen az ember, hogy most hogy segítsen ezen a betegen, látom, hogy szüksége volna azokra a speciális gyógyszerekre, amit csak ő tud javasolni, de ugye a beutalási rendszer nehézsége miatt nem tudom, hogy hozzájutatni. És lenne egy olyan réteg, hogy a lakosságnak az a rétege, aki nagyon szívesen elmenne hozzá. Biztos nem csapatostól vannak ilyen emberek, de szükség volna rá. Na, szeretem mondani csak ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Kérésével kapcsolatban, akkor valakinek kérdése van-e? Ha megfordul ez a dolog, akkor még ide akár kerülteni ugye a szolgáltatásokat, mert nyilván azt a nehézség, ha vélhető. Hát nyilván a támogatás. Jó, akkor én felteszem a kérdést a testületnek. Ez egy elvi döntés? Elvileg én azt gondolom, hogy igen, ez egy elvi döntés, és utána majd a részleteket ugyanúgy kidolgozzuk, és lesz egy szerződés, ami szintén visszajön majd a testület elé, és ott a konkrétumokról fogunk dönteni. Én azt javaslom a testületnek, akkor ezt az elvi döntést hozzuk meg, aki dr. Rátos Zoltán pszichiátriai magánrendelési kialakítását kérdezik, azt kérem készfeltartásra jelent. Ellenvetés, tartózkodás nem volt. Meglátjuk, hogy a képviselőtestület egy hangon támogatja a doktor úr magánrendelését. Elvileg nekem ennyi volt az egyebekben, de szeretném kérdezni a többiekhez, hogy van-e még... Két rövid dolog, amit én szeretnék elmondani. Már is elején lesz, hogy teszed a szilomítak, hogy szervezel úgy részt, de nem tudom keresni nekem a veleteket. Jó lenne különösen koncentrálva Jakus Bokrédét elejére, és ott az Antoni útra, mert nagyon-nagyon szeretes, és meg egyáltalán iskolásokat, stb. Gyerekeket vannak be. A másik megérőkben szeretnék, megkérdezték tőlem, hogy a kárhozásokat a Belpeten kerül, mikor különösség tekintek a Dózsuri utcára,
valamint a fürdőutak karbantartását. Ha esetleg erre valami program vagy ütemben készülök, ezt közül már az újságban. Akkor mondom, ezzel a teszednek kapcsolatban, hogy nyugtatjam nagyon sok helyen utak mellett szemét, illegális szemét rakó található. Jegyzőúrral, amíg kimentünk, itt érkezett egy megkeresés irányunkba, ahogy bejövünk Nyíregyháza felől, ott van egy ilyen telephelyszerű, és ott van egy új út, ami egészen az Ostos utcáig kimegy. Azt arról kaptunk levelet is, és nagyon jó képek voltak, mert tele volt szeméttel. Ezt mi a közúttal megbeszéltük, és ez a szemét egy el is tűnt onni. El is vitték. A kártyúzással, illetve az utak karbantartásának kapcsolatban. Ezen én azt gondolom, hogy a képviselő úrral, Tóthi Gáborral gondolok, felvettük a kapcsolatot, ő mivel járja a települést, leadott egy nagyon pontos listát, hogy melyek azok az utak, amelyek földutak, amelyek egy kis javításra szorulnak. Az a terv, hogy ezt már most itt tavasszal az első javítást azt meg is tettük. Aztán itt a nyári időszakban még egy ilyen esősebb, zátorosabb időszak után, amikor alakíthatóbbak ezek az utak, még meg fogjuk tenni. Illetve a harmadik, az pedig az őszi időszakban lesz. Én azt gondolom, hogy éves szinten ilyen két-három alkalommal neki fogunk menni ezeknek az utaknak. Igyekszünk legyalulni, jobbá tenni, teljesen jóvá nyilván nem fogjuk tudni tenni. A kártyúzással kapcsolatban ott is ez nyilván a jó időfüggvénye, meg vannak információk arról, hogy ebben az esetben lehet, hogy lesznek olyan pályázatok, amelyeket még érdemes megnyerni. De egy bejelentés, vagy tájékoztatás éppen mondanám el, hogy április 15-én a szennyvíznek a beruházása gyakorlatilag, vagy a utolsó átadás elkezdődött, gyakorlatilag a paprozása most van egy folyamatban, egy hivalista készült, bejártuk a területet, ezeknek a javítása, hát nagyrészt úgy látom, hogy meg is történtek, vagy folyamatban vannak. Gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy a fél éves próba üzem 15-én lejárt, és minden adat, ami elő van írva különféle okmányokban, azok stimmelnek, tehát semmiféle akadálya nem volt annak, hogy az átadás az megtörténjen, illetve eredményessé lehessen nyilvánítani. Nyilván, ha előjönnek hibák, mert már azóta is bekötéssel kapcsolatos problémák jelentkeztek, ezt még hosszú ideig van, még a jogtállás következik. Mi minden van felsorolva ebben a óriási szerződésben, ezeknek a javítása, nyilván a fogadása részünkről megtörténik, és a kivitelező felé továbbítjuk. A szennyvíz telepen a térben üresítés volt, az volt itt programesterül a javaslatunk, hogy felszabadult egy óriási, egy nagyobb terület, hiszen a két nagy akvár kiszedték, hogy ez fásításra kerüljön, nagyobb fásításra kerüljön sor, és ez nyilván őrségvízzel ennek a területnek a hasznosításához szerződést kell kötnünk, partner ellenben, hogy ennek a hasznait mi élvezünk, mi az, hogy ezt nekünk kell rendben tartani, de bekerül egy fásítási rész, és nyilván itt az apitékos kazán és a többi szempontjából ez fontos. Még ami a hírekhez tartozik, tegnap volt egy társulásülés a többi településen, és a végéhez közeledik a beruházás. Tiszerszlávon jelentkezik egy komolynak tűnő probléma. Jelenleg az Eszlávia szennyvízének nincs üzemeltetője, mert hogy nincsenek kérdés, keresem most a számokat. Nincs megfelelő kapcsolatban.
de pont úgy mondjam, amit gondolod. Kicsit. Tehát a nyírségvízzel szlovénájt vannak a vezetésnek, emiatt ez komoly problémát jelent. Tegnap ilyen haditanács jut, hogy olyan kellene a problémát kezelni. Nekem a polgármesternek sem mondtam, hogy sikerült felvenni a polgármesterrel a kapcsolat, nem ezzel, hanem tisztelszállival. Beszélő viszonyban vagyunk, és látszunk meg az erre az ügyre. Egyébként rendben mennek a dolgok. Egyetre között már lakod, elvegyének, hogy így állásban, de jó sejteni, hogy nem szabad tettás, amit polgármester úr ebben a ügyelet megszűnési dologban? Én azt kérném, rossz lennézek? Én azt kérném, hogy készüljön már jegyzőt, bízunk meg ezzel a szép feladattal, egy helyzetelemzés, helyzetértékelődés, ahol kívüljön a testületülésre, és ebben nem sincs, mint annak mentén, amit itt megfogalmaztunk, most nem akarom, hogy látasztottam ezt a dologgal. Én azt gondolom, hogy a hatóság érdekében legalábbis reméteni szeretnék tisztán látható helyzetbe kerülni. Nem bosszant az egyszer, Laci. Jó, csak szerintem. Bosszant az, hogy felül folyamatosan Attilázol. Hát azért, mert olyan morcosan nézel rám. De hidd el, hogy nem akarok hosszat. Kihazol azért. De nem akarok hosszat, mert úgy nem szakosságra szól, de nem akarok szóval kezdeni, hogy nem elmérjük. Szóval itt az inkább, hogy így elkezdeni. Ahol megegyezhetünk. És mindenki vegye fel egy szakadás. Soron kívül menjen egy ilyen helyzetelemzés, hogy ez jó, akkor megállapodás történt a válaszra. Nézzük meg annak a tartalmát, amit tőlem telik, én nagyon szívesen. Tehát azt azért megállapodjuk, hogy ez senyében, ez örömmel és boldogás történt. Akkor képviselő indítványát javaslatának. Készüljön akkor erről egy helyzetelemzés. Hogy is történt ez? Miért történt ez? Milyen anyagi feltételei lennének esetleg annak, hogy itt tovább működhessen ez a dolog, és minden ne csak az ANTS irányából, hanem gazdasági irányból is vizsgáljuk ezt meg, hogy tényleg mi az, ami amellett szól, hogy meg kell tenni, mi az, ami amellett szólhat, hogy ezt folytatni lehet, és tulajdonképpen mennyi az, amit hozzá kellene. Itt az előző több egy ilyen rövidítés. Én azt gondolom, hogy az előző. Az életben is fontos, hogy legyen. És akkor egy sorok kívül. Képes egy sorok kívül. Képes egy sorok kívül. És arra lehet kiemeltanom, hogyha a hivatalos döntésen kívül egy pár mondatban megindokolná, hogy milyen jutott ő erre a következtetésre, hogy ez meg kell szüntetni, és akkor leszünk abban a helyzetben, megnézzük, hogy valóban így tették el a helyzet. Jó? Ezt a kérdést kérdésném. Jó, csak akkor vegyem már a kérdést. Ezzel kapcsolatban akkor, aki az előzőekben elmondottakat támogatja, illetve szeretne ilyen tájékoztatást kapni, azt kérem készfeltartásra rendelt számára. Köszönöm. Ellenvetés, tartózkodás nem volt, akkor kérünk egy ilyen írás megtájékoztatást. Időben. Más egyéb gondolat, probléma. Akkor mindenkinek tudjuk azt kérdezni. Már nem Köszönöm szépen!